ha mondjuk ilyen 20-30 éves időtávon nézzük, mi az, amiben előnyére változott a magyar média, és mi az, ami egy-egy példát arra, hogy mi az, ami sokkal jobb, mint volt 25 évvel ezelőtt, és mi az, amiben pedig rosszabb lett ez a nyilvánosság. Itt sportújságíróként amúgy is zavarba vagyok ennyi okos és felkészült ember között, hogy elsőként szólítasz meg Ákos, az kimondott a feszélyhez. Ugye kérdés, hogy mi a... Azért a sportújságírói mi volt odon túl, vannak ugye általában az újságírók és a kamara és egyebek viszonyában ennél messze mutató. Remélem, igazad van. Ugye a kérdés, hogy mi a viszonyítási pont a rendszerváltás, közvetlenül a rendszerváltás előtti időszak között. Nem, 90-es éveknek mondjuk a vége. Évek. Tehát már vannak kereskedelmi tévék, 97-98-hoz képest. A 90-es évek, főleg a 90-es évek eleje, az ami olyan kiábrándító mélypont, amihez képest nagyon nehéz rosszabbat elképzelni. Mondom ezt annak ellenére, hogy nyilván a diktatúra médiája az a jellegénél fogva, hát rosszabb kellene, hogy legyen, de nyilván részben a saját élmények hatására, vagy azok miatt elfogultan, de az a hihetetlen átverés, amit a 90-es évek médiája jelentett, hogy mindenről szólt, csak arról nem, hogy közben éppen szétlopják az országot azok, akik éppen átmentették a saját maguk hatalmát, vagy a politikai hatalmát éppen mentik át gazdasági... És ez szerinted azóta jobb lett? Tehát, hogy most hát inkább beszél a nyilvánosság korrupcióról? Tehát egyrészt az a média része volt, tehát személy szerint annak a médiának a meghatározó alakjai a részesei voltak ennek a folyamatnak, és a haszonélvezői és az irányítói, és nem szólt másról az az egész szörnyűség, mint arról, hogy falazzanak ennek a hatalom és vagyonátmentésnek, vagy kimentésnek, és teljesen másról szólt az akkori média. Épp Köbli Norbi barátommal beszélgettem itt, pont az Antal kormány, meg a taxis blokkád napjain is ez jól tetten érhető, hogy akkor még tapasztalt média szakemberek nagyon jól manipulálva, tulajdonképpen kézivezérléssel megmondták az embereknek, hogy mit gondoljanak, és az emberek nagy része naívan azt is gondolta, amit mondtak nekik, és ez az egész egy színjáték volt. Tehát ha ez a viszonyítási pont, akkor ez a mi generációnk életének az egyik legrosszabb élménye, és évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, hogy mondjuk, és itt szerintem megkerülhetetlen Mező Gábor munkássága, hogy konkrétan elkezdődjön ennek az egész borzalomnak a feltárása lépésről lépés, hogy kinek milyen szerepe volt ebben, ki miért és hogyan vett részt ebben a szörnyű átverésben. És hirtelen ennyi. Annyira más a helyzet most, akkor átváltozott a helyzet, amiről beszéltél, a politikai hatalom, gazdasági hatalommá való átkonvertálása, abból médiapozíciók váltása, a médiapozíciókból médiahegemónia kialakítása. Ilyen jeleket ma nem látunk, nem valami nagyon hasonló folyamat zajlik. Az a rettenetes szörnyűség, ami 1990 után történt, nem annak a tükre 2010 és az, ami azóta történt. Nem... Hát, hogy a jelenről is akkor két szót mondjak, nyilván ti ezt meg fogjátok részletesebben is tenni, vagy ti is meg fogjátok tenni. Akkor azt lehet mondani, hogy az azóta lezajlott technológiai forradalom miatt egyelőre legalábbis azért azt látjuk, hogy sokkal több esélye van, sokkal többféle hangnak megszólalni egész egyszerűen az internet által nyújtott lehetőségek miatt. De, és akkor nyilván itt majd ti fogtok arról beszélni, hogy miként korlátozza vagy korlátozhatja a helyi politika, vagy adott esetben a magyar politika a média viszonyokat, és ezáltal az erőviszonyokat, vagy a közéletbeli erőviszonyokat. Másrészt, ami természetesen a legeslegijesztőbb, de nem tudom, hogy erről mennyi időnk lesz beszélni, hogy egyébként azok a globális folyamatok, amelyek zajlanak, és amelyek lassan elérkeznek odáig, hogy megmondják, hogy mi jut el hozzánk egyáltalán, mit hol tehetsz közzé, az egyáltalán kihez juthat el, tehát nyilván erről manapság nagyon sok szó esik, hogy ezek a nagy globális tech cégek annyira rátelepedtek az életünkre, hogy miközben egy pontig a fantasztikus szabadságot és demokratikus nyilvánosságot kínálták nekünk, egy pont után talán minden korábbinál nagyobb kontrollt jelent ez a jelenség, de ez meg nem Magyarországról és nem a magyar politikáról. Fogunk még erről is beszélni, de Róbert, akkor hogyha kérhetném azt, hogy egy jó, meg egy rossz jelenséget kiemelnél. Itt az imént elhangzott, hogy a nemzeti együttműködés rendszer az internet révén nem tudja úgy leuralni a médiát, ahogyan a balliberális kurzus leuralta a 90-es években. Tehát akkor azt úgy kell értenem, hogy a Mark Zuckerberg, meg a Google, meg ezek a tech cégek meg az internet az, ami ellenpontot, vagy ellensúlyt, vagy ellenhatást képez a nemzeti együttműködés rendszerének a média hegemóniájával szemben. Tehát akkor ebből én azt érzem ki, hogy a nemzeti együttműködés rendszere törekszik arra, hogy leuralja a magyar médiát, de az internet révén erre már nem képes. De nem a szándék hiányzik, hanem a képesség hiányzik, ha jól értem, ebből, amit mondtál. Most nem... Igen, a hegemónia. Lássuk. Itt a döntő kérdés az én számomra, hogyha pozitív meg negatív szempontokat kell vizsgálni, hogy van-e Magyarországon jelen körülmények között sajtószabadság. A pozitív és a negatív szempont az úgy néz ki, hogy a pozitív szempont az, hogyha ellenzéki vagy, akkor van abban az értelemben sajtószabadság, kapitalizmus van. A kapitalizmus keretei között van a te számodra sajtószabadság. De ha rendszerpárti vagy, akkor feudalizmus van. Akkor a feudalizmus keretei között van a te számodra sajtószabadság. Ugye értjük, hogy a feudális sajtószabadság az egy nagyobb fokú sajtószabadság, egy könnyebb megélhetés. Nem a piacon kell megélni, hanem a állambácsi, a jóságos rendszer meghajlítja nekünk a kapitalizmust. Vagy éppen az NGO-k, amelyek felépítése, ha már itt tartunk, egészen feudálisnak. Tehát akkor azért csinálja ezt a Magyarországon a nemzeti radikális kurzus, mert az NGO-k is ezt csinálják. Az NGO-k máshogy működnének, akkor a NER is máshogy működne. Így kell értenem. Hát, hogy ez a sajtószabadság, ez olyan, hogy persze van sajtószabadság, de másfajta sajtószabadsága van annak, aki ellenzéki, meg másfajta sajtószabadsága van annak, aki rendszerpárti. Igen, és ilyen értelemben természetesen a jó oldal az, hogy kapitalizmus legalább van annak is, aki ellenzéki. Csak annak, aki rendszerpárti, annak feudalizmus van. A feudalizmus sajtótermékeiből mi az, ami szerinted leginkább feudalisztikusan működik, hogyha így nevezed a... Hát határozottan nem az az érzésem, hogy a kormánypárti sajtótermékeknek, vagy a rendszerpárti sajtótermékeknek a piacon kell megélniük, és a piacon kell megküzdeniük a kattintásokért, meg a bannerekért, hanem hogy az állami cégek, az állami szponzorok, a rendszernek a gazdasági hátországa alájuk nyúl. És kvázi megsegíti őket, kisegíti őket, a kapitalizmusból kiemeli őket, hogyha leesnek az asztalról, visszarakják a zsetonjaikat az asztalra, mert a ház sosem veszíthet. Tehát itt van egy csomó mindenki, aki a kaszinóban úgy játszik, hogy tulajdonképpen a házpénzével játszik, és ha eljátsza a házpénzét, akkor kap újra egy csomó zsetont. Értem. István, Gábor, jó és rossz jelenségek? Jó. Kettőt mondok, hogyha szabad. Színesebb, magyarabb, és mondok egy negatívat, véleménybuborékosabb. Színesebb, mert megnézzük, a vélemények senél az asztalnál is látszik, jóval széttartóbbak. Magyarabb, mert megváltozott az elmúlt időszakban a média viszonyrendszer, sokkal nagyobb a magyar tulajdonnak az aránya, és ez nem csupán egyébként a kormánypárti területen igaz, hanem azt lehet mondani, az ellenzéki területen is. És véleménybuborékosabb, ez a negatív része a történetnek, az pedig az, hogy tényleg kezdenek bezáródni bizonyos buborékok, és ezt a már feldobott témánkhoz kapcsolódik, a tech cégek hajtják sajnos a meglátásom és véleményem szerint. Elhangzott itt egy fontos gondolat, ami úgy próbáltam meg a világot felosztani, és a média világot, hogy NER vs. tech cégek. És hogy ha jól értettem, amit mondtál, akkor azt mondtad, hogy a NER harcol a tech cégek ellen. Én azt mondanám, hogy nemzeti vs. tech cégek, jelentősen más összehasonlítás. És ugye sajtószabadság kérdéséről kapitalizmus szót használtad. Számomra az egy kérdés, hogy mennyire tekinthető az egy kapitalista logikának, különböző sajtótermékeket bizonyítható módon külföldről, különböző NGO-kon keresztül, különböző nagy donorokon keresztül, első megszólaláson be fogom mondani, Soros György és társai támogatnak, finanszíroznak, és hát tulajdonképpen ezek a sajtótermékek úgy működnek, erről számtalan nemzetközi tanulmány egyébként beszél, hogy ilyenkor megpróbálnak megfelelni a vélt vagy valós elképzeléseknek. Ugye kapnak pénzt egy bizonyos támogatótól. És ez a támogató azt mondja, hogy akkor neki szimpatikus ez a médium, és odaadja a pénzt. Viszont rögtön létrejön egy megfelelési kényszer, és rögtön ezek a médiumok elkezdenek egyre inkább megfelelni, vagy megpróbálni megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit a pénzemberektől kapnak. És ez a logika csak a Soros hálózatra érvényes, vagy más szereplőire és a magyar nyilvánosságnak? Hogy aki fizeti a zenészt, az mondja, hogy mi lesz a szólam. Értem a kérdést. Hogyha belegondolunk, és itt a kapitalista logika megint az alapfelvetés, akkor maga a lapoknak, az első lapoknak, a gazétáknak a megjelenése, az egy alapvetően üzleti alapú történet volt. És ugye alapvetően gazdasággal foglalkozott, nem közélettel foglalkozott, és ott is egy olyan logika volt, hogy aki fizet, aki a tulajdonos, az mondja meg, hogy mi legyen a színdarab, vagy mi legyen a zenei mű. Hogyha ezt a logikát követjük, és a kapitalista logikát követjük, akkor eljutunk odáig, hogy végeredményben az lesz, hogy néhány nagy pénzember nemzetközileg, világszinten mindent fel fog vásárolni, 2-3 ember fogja megmondani, hogy mi legyen a médiában, 2-3 ember fogja rendelni a darabokat. És most itt befejeztem. Gégé? Hát nekem van egy csomó, hát én emlékem abból a régi időből, és ezek mindig átstruktúrálódnak, úgyhogy ilyen nagyon cizellált gondolatmenetet nem villantanék föl, csak néhány olyan mózanatot, ami szerintem így hát, árnyalja a képet. Ugye a 80-as évek második felében az egyetemista kisvállalkozásunk kezdett a Magyar Televíziónak először ilyen számítógépes vizuális rendszereket szállítani. Én így csöppentem a médiába, és szerintem sokat mond az a tény, hogy az első szerződésünket, melyben a Magyar Televízióba szállítottunk ilyen eszközöket, meg szoftverrendszereket, azt a belügyminisztérium irodáiban kellett aláírni. Hát ott kellett leszerződni, egy egyszerű technikai feladatra egyébként. Azt gondolom, hogy ma már ez nem fordul elő. Aztán a későbbiekben egy sor fantasztikus emberrel dolgozhattam a televízióban a legendák közül, akik közül egy csomóról kiderült az, hogy személyesen is fantasztikus ember, nem csak masztán, és egy másik csomóról meg kiderült az, hogy egyébként egy óriási kamugép, és ezekben a politikai játszma manipulációban nagyon szívesen és ügyesen részt vesz, és akár még az igazságot is feláldozza annak érdekében, a megrendelő érdekében. Viszont kivétel nélkül a pártállam ügynökei voltak. Voltak, igen, számos ügynök volt, ugye annak köszönhetően, hogy mégis a belügyminisztérium alá volt sorolva a Magyar Televízió, tehát ezt most így explicite is... Nem is ártana azokat az ügynök aktákat nyilvánosságra hozni, ha már itt tartunk, ha már behoztad ezt az ügynök ügyet. Én lennék a legnagyobb olvasó. Hát 13 év teljhatalom után esetleg, ez aztán tényleg nem az ellenzéken múlik, nem? Soros Györgyön múlik. Szerintem más is megtehette volna a rendszerváltásuk. Más is megtehette volna? De hát az elmúlt 13 évben senki más nem tehette volna meg. Előtte is megtehette. Bizony, ez egy közös bűn, ez nem egyedül Orbán Viktor bűne, csak az utóbbi 13 évben. Meg azt megelőzően volt még 4 olyan év, amikor igen. És nem gondolod, hogy egy társadalmi konszenzus alakult ki körül a téma körül, hogy nem... Orbán Viktor így vizsgálja a társadalmi konszenzust, nem formálja a társadalmi konszenzust a saját képére, hanem így vizsgálja, így méricske, és azt mondja, hát ebben nincsen konszenzus. Szegény Orbán Viktor hiába szeretné nagyon nyilvánosságra hozni a ügynökaktákat, a társadalmi konszenzus nem teremtődött meg. Hát Orbán Viktor esetleg teremthetne társadalmi konszenzust az ügynökakták nyilvánossága körül. Nem feltétlenül az Soros elleni, Brüsszel elleni szabadságharcra, hanem mondjuk az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára is lehetne fókuszálni. Viszont a média mostani problémái, nem problémái, feudalizmus, a kapitalizmus, az már nem az ügynökaktákon múlik, az már teljesen más. Igen, de sosem késő a szembenézésre. Múlhatott volna valamikor ezen? Tehát, hogyha ez a 90-es években van ez az egész szembesülés, a ki volt, ki nem volt, mi volt az utasítási lánc dolog, akkor más lett volna a média sztori, és más lenne már a helyzet? Nagyon más lenne, minden más lenne. Akkor Magyarország a német úton járt volna, akkor az egy bizonyára minden máshogy alakult volna. És az AfD a legnépszerűbb párt. Igen, és lehet, hogy nem az FSB-nek a kommunikációját látnánk a hazai orgánumokban. Nem tudom, hogy ez mennyire hazafias. Egyébként csak hergeltelek, mert amúgy alapvetően én is támogatnám ezt a kérdést, hogy lássunk pontosan tisztán. De akkor ki nem akarja ezt? Hát mindannyian akarjuk. Talán csak Orbán Viktor nem akarja. Én nem gondolom, hogy ez Robi, nem gondolnám, hogy ennyire naív vagy, nem mint hogyha téma szakértője lennék, de mondjuk a 90-es években nemhogy nem az volt a kérdés, hogy nyilvánosságra hozzák-e, hanem azok, akikre nézve esetleg terhelő bizonyítékokat tartalmaztak volna ezek a dokumentumok, azok pontosan azon dolgoztak, hogyha véletlenül egyszer valaha valaki nyilvánosságra hozza, akkor azok a valódi tények, amelyek rájuk nézve terhelőek lehetnek, azok véletlenül se kerüljenek elő. Hát lehet, hogy ezeket bedarálták, de nekem van egy olyan érzésem, hogy a Kremlben van egy másolat ezekről. És el tudod kérni. Most éppen elég jók a magyar-orosz nemzetközi kapcsolatok, esetleg ki lehetne kérni. Itt elhangzott az imént, amikor a média hegemóniáról beszéltem, hogy hegemónia, milyen hegemónia. Megszólítva érzem magam, úgyhogy hadd utaljak arra, hogy a magyar hangot nem lehet Magyarországon kinyomtatni, mert nincs egy nyomda Magyarországon, amelyik vállalná, hogy a magyar hangot kinyomtassa. Ez a magyar nyomda szektor, ez nem vállalja azt, hogy egy ellenzéki orgánumnak a lapját kinyomtassa. Hát ez legalábbis problémás a sajtószabadságra nézve. Hadd említsek egy másik példát. Én nekem a 2015 és 2018 között írt cikkeim eltűntek a Magyar Nemzet online-nak a felületéről. Eltűntek. Hova tűntek? Ez körülbelül 150 publicisztika, amit én megjelentettem a Magyar Nemzetben, ami fölkerült online, és mostanra eltűnt. Miért kellett ezeket kitörölni a nyilvánosságból? Én értem, hogy ez a Magyar Nemzetnek ez a Simicska korszaka. De hát akkor is a magyar sajtónak bizonyos értelemben ez a 3 év is a történetéhez tartozik. Miért kell eltüntetni, kitörölni, és közben megy a sivalkodás, hogy cancel culture. De azt szeretném tudni, hogy mikor kerülnek vissza az általam írt, vagy egyáltalán tudtok-e nekem valamilyen információt adni arról, hogy hova tűntek a cikkeim a nyilvánosságból, a felhőből, és mikor kerülnek vissza. Például csak mert, hogy média hegemóniáról volt szó, meg felháborodás hangjait éreztem ki, hogy miféle média hegemónia. Hát a Kremlben van róluk másolat. Akár boldog karácsonyt is kívánhattál volna. Hogyha hegemóniáról beszélünk, hogy van -e rá szándék, nincs rá szándék, meg van erre technikai lehetőség, vagy nincsen, kinek van lehetősége hegemóniát teremteni mondjuk a mai technológiai viszonyok mellett? Tehát, hogy a nemzeti szinten van-e egyáltalán ennek értelme? És ugye ez korábban is szóba került már, hogy mondjuk egy globális, dominánsan progresszív irányvonal azoknak a szereplőknek, akiknek ráhatása van a nemzeti nyilvánosságokra, és adott nemzeti szinten mondjuk egy erős, illiberális együtthatásnak az eredménye az valamilyen egészséges egyensúlya, vagy pedig valami nagyon egészségtelen dolog szerintetek? Szerintem kiindulva a beszélgetésünk alapvető témájából, én visszatérnék oda, hogyha a 90-es éveket a mai viszonyokkal próbáljuk összevetni, akkor pontosan a hegemónia az egy kulcsszó, hiszen akkor előállt egy olyan helyzet, ahol ez a bizonyos elit, amelyik magához ragadta a hatalmat és a gazdasági irányítás, meg gazdasági javakat. Koprodukcióban egyébként a nyugat-európai, talán leegyszerűsítve mondhatnánk azt, hogy gyarmatosító erőkkel. Ezek olyan elképesztő túlsúlyban voltak, vagy olyan hegemóniát gyakoroltak a magyar nyilvánosságban, és biztosították ehhez a folyamathoz a nyilvánosság teljes asszisztálását és falazását, ami teljesen példanélküli, tehát ahhoz képest a mai helyzet, talán ezt mondanám, hogy mindenféleképpen kiegyensúlyozottan. És arra reagálva a sportsajtó szempontjából, amit István mondott, hogy a nemzeti vagy a globális szempontok érvényesülnek-e. Mi átéltük azt a magyar nyelvű sportmédiában, hogy nem volt még jó 10 évvel ezelőtt sem magyar tulajdonú sportmédia. Tehát voltak sporttal foglalkozó televízió csatornák, amerikai, román és nem tudom még milyen tulajdonban, amelyek bizonyos módon megtalálták a maguk üzleti számítását Magyarországon, sőt megtalálják mind a mai napig. És volt mondjuk egy svájci kézben lévő nemzeti sport, ami szintén üzletileg rendkívül sikeresen működött, és ez egyébként a magyar sportnak nem volt olyan felülete, amelynek deklaráltan első számú szempontja lett volna a magyar sport ügye, mert mindig első számú szempont az az üzleti érdek volt. Ezek a cégek rengeteg pénzt kivittek Magyarországon, de soha az életben nem érdekelt őket a magyar sport ügye, nem is kellett, hogy érdekelje, hiszen nem ez volt a prioritás. És közben volt egy olyan közmédia, és már nem is a 90-es évekről, hanem a 2000-es évek elejéről beszélek, amelyik azt mondta, hogy egyébként a válogatott futballmeccs az tulajdonképpen nem is érdekli az embereket, azt nem is közvetítjük, mert túl drága megfizetni a közvetítési jogokat, és ez megtörtént Magyarországon, hogy senki sem közvetítette a nemzeti válogatott futballmeccseit, és ehhez képest jött aztán az M4 Sport, nemzeti tulajdonú sportcsatorna, a nemzeti sport újra nemzeti kézben, és még sorolhatnánk a példákat, például Sport Rádió, ami szintén nem volt korábban. Robi, gondolom, hogy lesz hegemónia témához még hozzászása, de Istvánnak is úgy látom, hogy van mondani valója. Média hegemónia. Szerintem nem úgy van a média hegemónia, ahogy gondoljuk. Hogyha megnézzük az olvasottsági adatokat, akkor azt meg a látogatottsági adatokat, azért azt lehet látni, hogyha felosztjuk a kormánypárti ellenzéki oldalra, akkor kb. 50-50%-ra lehet mondani egyébként ezeket a számokat. Tehát ez egy kiegyensúlyozottságot eredményez. Nem olyan régen, pont egyébként idefele olvasgattam egy korábbi tanulmányt, ami arra próbált valamilyen választ találni, hogy mi történik a magyar embereknek, a magyar szavazóknak a fejében. És az derült ki, hogy a Fidesznek a szavazói sokkal nagyobb arányban, döntően nagyobb arányban olvassák el az ellenzéki oldalakat, és látogatják az ellenzéki oldalakat, mint ahogy azt teszik az ellenzéki szavazók. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz szavazók sokkal nyitottabbak, és sokkal kevésbé lehet azt mondani, hogy buborékban élnek, mert kíváncsiak, elolvassák, megnézik, hogy mi az, ami, ahogy a másik oldal gondolkodik, és érdekes egyébként, hogy mégis végeredményben a Fideszre adják a voksukat, tehát nem lehet azt mondani, hogy Orbán Viktor egy ilyen puppet masterként befolyásolja az embereket, és átmossa az agyukat, és tulajdonképpen ennek a végeredménye az, hogy itt nem tudom, hanyadik kétharmad van. Szerintem ugye ebből a kutatásból konkrétan kiderült az, hogy az ellenzéki szavazókat, akik jóval kevésbé látogatják a kormánypárti oldalakat. Van média hegemónia verseny, viszont szerintem egy aszimmetria van. Egy aszimmetria, mert a média hegemónia szerintem most már ugye az általam felvázolt nemzeti és globális, illetve nemzeti és tech cégek, nemzeti versus tech cégek kategóriában értelmezhető, és ott nagyon erősen, de biztos, hogy fogunk még erről beszélni, említettétek már, épül, vagy próbálják építeni egy Jánusz arcú megoldást, hogy ha akarom, akkor közösségi platform, ha akarom, akkor médium, és akkor éppen az aktuális helyzetnek, aktuális szituációnak, szituációs etika, szituációs logika mentén akarnak megfelelni. GG, te találkoztál bármikor hegemonisztikus törekvésekkel? És... Én személyesen, vagy pedig... Ja, ez Gáborhoz. Szerintem ennek a mostani helyzetnek kettő kulcsmozzanata van, ami ide vezetett. Az egyik a 2002-es elvesztett Fidesz által elvesztett választás után, amikor az éppen választást vesztett volt miniszterelnök felajánlotta, mint a hülye hasonlat, mint a fekete lovak, hogy egyezzünk ki X-ben, tehát hogy a közszolgálati médiát valamiképpen a két ideológiai tábor hát ossza föl, és akkor a Medgyessy miniszterelnök, az újdonsült, azt mondta, hogy akinek média kell, vegyen magának. Akinek televízió kell, vegyen magának, akinek média kell, vegyen magának. Hát szerintem ez a kocka. Megtörtént. A kocka itt el volt vetve, de hogy a kocka igazán jól és hatékonyan elvetődhessen, ahhoz kellett a 2010-12-es időszak, amikor az amerikai social media cégek, tehát a Google, Facebook, stb. Nagyon behatolt a magyar média piacra, és gyakorlatilag a pillanatokon belül egy irdatlan piaci részesedéssel hazavittek elképesztő pénzeket. Eminek következtében a magyar médiavállalatok sorra értéktelenedtek el, és a tulajdonosok boldogan és viszonylag moderált összegekért adták át a cégüket, hogy ez már nem volt jó biznisz nekik, és innentől kezdve tulajdonképpen ez a jobboldali nyilvánosság, ami most van, hát egy viszonylag, ami már eldőlt 2002-ben, hogy lesz, és üzleti alapon lesz, az viszonylag hát nem nagyon sok pénzből valósulhatott meg. Róbert? Én nem tudom, hogy ti hogyan látjátok, milyen állapotban van a média Magyarországon. Én úgy látom, hogy síralmas állapotban van. A Schmidt-ügy óta a sajtónak egyetlen politikust nem sikerült elsüllyesztenie Magyarországon. 11 év alatt egyetlen politikust sem sikerült megbuktatnia, lemondását kikényszerítenie. Ez volna a negyedik hatalmi ág. Így működik a negyedik hatalmi ág. Nem az lenne a sajtónak a funkciója, hogy a nyilvánosság nyomását, kontrollját gyakorolja a politikára. És ez itt ma Magyarországon teljesül. Jó az, hogy a politikának nincsen félnivalója a nyilvánosságtól, nincsen félnivalója a sajtótól. Mert a sajtó az... Szerinted nem fél a politika a nyilvánosságtól? Nem. Semennyi. Egyáltalán nem, vagy csak... Nyilvánosság fél a politikától. Bocsánat, jártál-e az Európai Parlamentben? Mert a Magyarországgyűlésben meg lehet csinálni azt, az épület körül az épületben, oda lehet szaladni emberekhez, meg lehet kérdezni. Ezt az Európai Parlamentben az estek többségében nem lehet, mert elmondják, hogy hát ez itt nem szokás, ez nem szabad, nem lehet bármilyen kérdést bejelentkezni. De milyen hatása, milyen következménye van annak, hogy oda lehet menni a politikushoz? A politikus beleröhög, de ennek a nyilvánosságnak ennek nincsen ereje, nincsen hatása, nincs kényszerítő ereje. Azt mondod, hogy a kormányzásban semmilyen kommunikációs szempont nem vesz részt? Szinte csak kommunikációs szempontok vesznek részt. Inkább ez a problémám. Inkább azt gondolom, hogy a kommunikáció... Hát én is azt gondolom, hogy a látszat tortül a realitás felett. De az a tény, hogy a sajtónak nincsen ellenőrző, nincsen kontrolláló, nincsen negyedik hatalmi ághoz méltó, vagy azt megillető hatalma, vagy hatása a politikán, az nagyon súlyos probléma, és még súlyosabb probléma, hogy a sajtómunkások elégedetten hátradőlnek, és azt mondják, hogy ez így van jól. Nem a korrupció zökkenőmentesítése a cél valójában? Nem arról van szó, hogy a politika tartja a sajtót pont arra a célra, hogy uralja, és bizonyos értelemben kiszorítsa a sajtó eredeti funkcióját, meg... mindazt, ami organikusan képződik. Ott van például a Megafon. Mi a Megafon? A Megafon a magyar állam válasza a vlogszférára, a YouTube politizáló felületeire. Adott egy választ. De a YouTube politizáló felületei, róluk akárkinek akármilyen véleménye, de az organikus. Organikus. Ehhez képest a Megafon az organizált. Tehát az egyik az szerves, a másik az szervezett. Olyan, mintha 3D nyomtatóval kinyomtatnád a baloldali vagy liberális youtubereket, vagy olyan, mintha teletömnél egy hűtőszekrényt műanyag ételekkel, amik megtévesztésig úgy néznek ki, mint az ételek, csak nem lehet megenni őket, mert műanyagból vannak, és annyira teletömted műanyag ételekkel a hűtőt, hogy a rendes étel már nem fér bele. És ebből szerinted mi következik hitelesség meg befolyásban? Tehát, hogy ez a vlog szféra mekkora hatással van emberek véleményére, és a Megafon mekkora vélemény? Azt kérdezte az imént az István, hogy mitől szerves, illetve mitől nem szerves. Mitől szerves az egyik, és mitől szervetlen vagy szervezett a másik. A szerves az azt jelenti, hogy alulról képződik. Úgy magától. Úgy, ahogy a mag kihajt alulról fölfelé. Szervesen alulról képződik. Gulyás Márton alulról szerveződik. De pont nem a Gulyás Márton a jó példa erre, hanem azoknak a youtubereknek a tömege. Pont a Gulyás Mártonnál azt érzem, hogy a Gulyás Márton az bizonyos értelemben, most volt kint például Amerikában, a Gulyás Márton az bizonyos értelemben egy szervet... Szintetikussá válni? Igen. Szervetlennél? Ő organikusként indult, még Schleimnek hívták a csatornáját, alulról organikusan indult. Az igaz, hogy az organikusan kihajtott hajtás aztán meg lett föntről lámpázva. Tehát most már eléggé meg van lámpázva. Az nyilván plusz fényt ad, az tudjuk, hogy hogyan lámpázzák a marihuánával is így csinálják. Most tegyek ki bort? Már hogyha nagy THC tartalmat akarnak elérni. Mesélj még erről. Bizonyára most hallasz erről először. Tőled, érdekel. De minden esetre az organizált, a Megafon az úgy működik, hogy azt felülről hozzák létre, kvázi egy 3D nyomtatóval nyomtatják ki azt, ami a baloldalon vagy a liberális oldalon organikus. Valójában nem a vita, vagy a diskurzus a cél. Hiszen nincsen vita és nincsen diskurzus, hanem valójában az organikus tartalomnak a kiszorítása és a felületeknek az uralása, kvázi a hűtőszekrény megtöltése műanyagételekkel. A hűtőszekrény a sajtó, a hűtőszekrény a magyar nyilvánosság. A műanyagétel a 3D nyomtatóval kinyomtatott étel. És itt vannak bizonyos ételek, amelyek azért szeretnének bejutni a hűtőszekrénybe, de nem férnek be, pedig ehetőek. És ennek szerinted mi az eredménye? Tehát az általad szervetlennek, mesterségesnek, műanyagnak tartott ételt elfogyasztják a választók, vagy pedig kelt bizonyos ellenérzéseket és organikusra vágynak? Ehhez nem lehet csak így kapitalista módon hozzáállni. Ez nem lehet úgy hozzáállni, ahogy a Coca-Cola hozzááll, hogy lássuk a számokat. Itt ehhez kulturálisan kéne hozzáállni, én úgy gondolom. Én úgy gondolom, hogy a sajtót erősíteni kéne. A sajtónak hatalmi ágnak kéne lennie. A sajtónak autonómnak kéne lennie. Az hogy lehet, hogy... Tudsz arra példákat mondani, hogy melyek azok a sajtópiacok, ahol ez szerinted jól működik, és úgy... Negyedik hatalmi ág, és úgy hatalmi ág, hogy szerinted inkább használ sem, mint ártana? Hát Svédországban például az egyik miniszternek le kellett mondania, mert a céges számlájáról, vagy a céges kártyájával vásárolt egy Toblerónét a gyerekének. Egy Toblerónét, tudod, nem 3 szektort meg 4 vármegyét lopott el, tudod, hanem vette egy Toblerónét a céges kártyájával, és le kellett mondania, mert a sajtó kikutatta, meg a sajtó lebuktatta. Mondtam egy példát. Egy Toblerone versus, tudod, Justícia istenasszony kezében a mérleg, mérleg egyik serpenyőjében egy Toblerone van, a másik serpenyőben meg 4 szektor és 3 vármegye. Na hát nagyjából ezek a relációk. Na most a médiának legalább annyi funkciója kéne, hogy legyen, hogy erre rávilágítson. Hogy rávilágítson, hogy ezt megmutassa, hogy ezt felmutassa. Tehát még nem láttunk ilyen cikket, ahol ezt felmutatták. A médiának a társadalomhoz kéne tartoznia, és nem a hatalomhoz. Ez az igazi probléma. És bizony a liberális oldalon is megvolt ez a súlyos defektus, amikor a liberális kurzus volt hatalmon, hogy bizony a média munkásaik jelentős része így, úgy, többé-kevésbé a hatalomhoz tartozott, és nem a nyilvánossághoz, vagy nem a társadalomhoz. Na most ez lett a végletekig hajtva a mai Magyarországon, és mindez miért? Minek a szándékával? A weimarizáció, a polarizáció, a kultúrharc korbácsolásának a szándékával. És én azt gondolom, hogy ez az igazi probléma a mai Magyarországgal. Magyarország nem tud sikeres lenni, amíg nincsen konszolidáció. A polarizáció, az őrjöngő kultúrharc Magyarországot vesztessé teszi, és a vesztes státuszában konzerválja. Magyarország nem lesz sikeres addig, ameddig magyar-magyarnak az ellensége, ameddig magyar-magyar hazárulózik. És a nemzeti radikális kurzus 13 éve van hatalmon Magyarországon. Minden adott a konszolidációhoz. Miért nem lehet elkezdeni végre konszolidálni? Miért nem lehet végre társadalmi békét teremteni? Ennek most már itt lenne az ideje. Ha már az a mondás, hogy eljött a béke ideje, vagy itt van az ideje a békének, akkor hadd erősítsem ezt meg. Én is úgy gondolom, hogy itt van az ideje a békének, a társadalmi békének. Tehát nem a békének Putyinnal, hanem a társadalmi békének magyar és magyar között. Tudunk esetleg reagálni is. Tessék? Tudunk esetleg reagálni is. Kérlek, reagálj, István. Nagyon szép gondolat egyébként, amit elmondtál. Egy nagyon kívánatos elképzelés, amit elmondtál. Visszatérve az eredeti gondolatmenetemre, hogy ez lehetetlen. Tehát nem lehet elérni azt, hogy a média az teljes mértékben a társadalmat képvisel, és a társadalom gyakorolja a kontrollt, mert hogyha ezt mondjuk, akkor rögtön megjelennek az NGO-k, és rögtön megjelennek különböző pénzügyi körök, rögtön megjelenik benne a pénzügyi érdek. Ezt a kettőt nem lehet szerintem szétválasztani. Ha jól értettem, akkor itt a politika versus sajtó kérdéskörére, hogy akkor ki van felül, ki van alul, ki befolyásol kit, kit irányít kit, erre próbáltál rávilágítani. Szerinted ki van felül? Ez egy verseny szerintem. Ez mindig egy aktuális pillanat kérdése. Elmondok egy történetet. Szerintem nem fogok nagy titkot tanárulni ezzel. Remélem, hogy senki nem fog utána felhívni, és miért mondtam el. Németország, parlamenti választások, sőt, bocsánat, kezdődik a történet, 2017 vagy 2018, Bajorország szövetségi parlamenti választások, CSU. Ott voltam többen, magam a nemzetközi delegáció keretében beszélgettünk a CSU-sokkal. És elkezdték mondani, hogy mennyire szörnyű helyzetben vannak, nem tudják elmondani az álláspontjukat, mennyire borzasztó, micsoda média túlsúly van velük szemben. Feltettük a kérdést, hogy akkor miért nem csináltok ti, vagy miért nem vesztek ti? Ja, hát azt itt nem szabad, azt nem lehet, hát ezt mi hogy gondoltuk, micsoda borzasztó emberek vagytok ti. Eltelt néhány év, 2021 talán volt a szövetségi parlamenti választások Németországban, ugyanúgy München, ugyanúgy CSU, ugyanezt mondták el, ugyanezt a kérdést tettük fel, és azt válaszolták, hogy hát ezt nem mondanám, elgyurcsányoztuk, használjuk ezt a kifejezést, elmondták, hogy elszalasztották a lehetőséget. És így jön a kérdés a médiával kapcsolatban, hogy akkor most hol a helye a médiának ebben a kérdésben? Elmondták nekünk, kérdeztük tőlük azt, hogy milyen konzervatív témákat hoztak fel a választási kampányban. És hát mondták, hogy nem tudunk konzervatív témákat felhozni a választási kampányban, ilyen kis csendesen. Az a helyzet, hogyha mi kiállunk konzervatív témákkal, akkor rögtön egy olyan támadásolatot fogunk kapni a német baloldal és liberális média többség részéről, hogy gyakorlatilag agyonvernek bennünket a választásokon. Ez jó? Az egy igazi hatalmi ág. De többiek. Reagáljatok, kérlek. Gyuri? Hát, én például elnézést, hogy visszakanyarodok a 90-es évekhez, de Robi annyit postorozta a mai magyar viszonyokat, hogy azért nem menjünk el szó nélkül, amellett megint csak hegemónia. Amikor a közelmúltban magyar tulajdonba kerültek a megyei lapok, és azóta is rendszeres a szörnyűködés, hogy hú, hát ezek ugyanazt mondják, ezeket kézivezérléssel irányítják, és ugyanaz a vélemény jut el minden megyében a megyei lapok olvasóihoz. Mondják ezt teljes felháborodással olyanok, akik egyetlen egy szó kritikával nem illették azt a helyzetet, hogy a rendszerváltozás után jellemzően a megyei pártbizottságok korábbi lapjait, amelyek aranytojástojó tyúkok voltak, elképesztően nyereségesek voltak üzletileg, és sokkal nagyobb hatalmi pozíciót jelentettek akkor, mert valóban monopól helyzetben voltak, mert nem létezett internet, és nem létezett másik megyei lap a legtöbb helyen. De ez a mai napig se létezik, tehát a megyei lapok azok eléggé ilyen kvázi monopól helyzetbe futnak azóta is. Azért nem, mert az újságolvasás régen nem olyan fontos terepe az információszerzésnek, mint akkor volt. Tehát sokkal kevésbé jelentősek ezek, hiszen ezer más forrásból tájékozódhatnak ma a vidékiek is. Csak azt szerettem volna mondani, hogy megvették a külföldi befektetők ezeket az újságokat, elképesztő pénzeket kerestek, mindegyiket lezüllesztették, a létszámot leépítették, de azt a politikai alkut megkötötték a korábbi, meg az akkori lapvezetőséggel, meg a korábbi pártvezetéssel, hogy nem nyúlnak hozzá a stábhoz, nem nyúlnak hozzá a vezetőkhez. Ez nem csak politikai alkú volt, ez szakmai alkú is volt, ugyanis nem volt jobboldali sajtó, szakember. Alternatíva. De nem volt alternatíva. Ez megfontolandó, de nyilván abban, tehát ugyanakkor meg abszurd, ha azt veszed, hogy azok az emberek vitték tovább, akik 5 perccel azelőtt még az MSZMP kongresszusáról küldtek dicsőítő tudósításokat. Tehát ilyen az átmenet. Azt kellett volna, hogy legyen, ha valóban a demokrácia iránt elkötelezett nyugat-európai befektetőkről beszéltünk volna, mint hogy az esetek nagy részében nem arról beszéltünk, azt kellett volna legyen a cél, hogy minél előbb az alternatívát megteremteni, kinevelni és így tovább. Ehelyett évekre, sőt évtizedekre bebetonozták azokat az embereket a megyei lapok élén, az akkor még hangsúlyozom valóban monopól helyzetben lévő megyei lapok élén, akik egyébként a pártállami években is irányították ezeket az újságokat. És ebből senki nem illette kritikával, és a mai napig szinte senki nem illeti kritikával. És ebből szerintem következik az, hogy egy korábbi hegemonisztikus törekvésre természetes válasz az egy ellenoldali és esetleg hasonlóan eredményes vagy eredményesebb hegemónia törekvés? Szerintem az elmondottak miatt... Legalább dominancia, hogy nem hegemónia, nevezzük dominanciának. Szerintem nincs dominancia, szerintem az István által felvázolt körülbelül 50-50%-os szerepvállalás vagy jelenlét a nyilvánosságban az nagyjából reális, és egyébként azért is megmosolyogtató dominancia törekvésekről beszél, mert egyébként a nemzetközi mainstream az annyira erős és annyira kizárólagos, és annyira diktatórikus, lásd a németországi választásról hallottakat, hogy igazából nem tud akkora teret szerezni magának Magyarországon a konzervatív oldal, ami ellensúlyozni tudja ezt a hihetetlen erős és a mindennapjainkban természetes módon jelenlévő mainstream hatást. Robi arról beszélt, hogy mi az, ami szerves, meg mi az, ami szervezett, amikor az Oscar-díj feltétele az LMBTQ kvóta, meg nem tudom micsoda, az vajon szerves vagy szervezet, vagy az mégis milyen mértékű beavatkozása a szabad kultúra? Legkevésbé sem szerves. Valóban legkevésbé sem szerves. Nem gondolom azt, hogy... Egy utolsó gondolat, ugye az egy nagyon szép és idealisztikus kép, amit felvázoltál arról, hogy a igazságért küzdő autonóm, ahogy fogalmaztál, média lebuktatja a csúnya korrupt politikust, és valóban létezik ez a jelenség, szerintem Magyarországon is létezik ez a jelenség, te is említettél rá példát. Ugyanakkor sajnos, hogyha ez átbillen egy olyasfajta revolverezésbe, amikor a médiát arra használják, és sajnos Nyugat-Európában nagyrészt erről van szó, hogy a uralkodó mainstream liberális gazdasági és politikai elitnek az útjában van egy jobboldali politikus, akkor 5 perc alatt korrupcióvágyával letakarítják a színről. Számos nyugat-európai választást befolyásolt ez a jelenség. Szinte már az az ember érzése, hogy ahogy az 50-es években bárkire ráfogták a kémkedés, hazaárulás gyanúját, ami után aztán koncepciós perben el lehetett tüntetni 5 perc alatt. Most szinte ugyanez a helyzet nyugodtan. Egyetértünk. Hát érdekes, hogy neked is az 50-es évek jut eszedbe, nekem is, de valami másról. Ursula von der Leyenről, Eva Kiley-ról? Az egy korrupciós ügy. Ott vannak korrupciós ügyek. Igen. Magyarországon tetten ér politikus, Magyarország ellen szavaz az Magyarországon mondván, hogy tetten érik a korrupciót. Hát Magyarországon korrupció van, de az ügy az elmarad. Eva Kiley ott szavazott az Európai Parlamentben, Ursula von der Leyen meg teljesen elküldött maga helyett egy másik biztost, aki teljesen kitérő válaszokat adott az Európai Parlamentnek a szakbizottságának a kérdéseire, hogy mik voltak az SMS-ek. És hát nem Toblerone-ről van szó, hanem 1000 milliárdos vakcinavásárlásokról. Beszélgessünk a médiáról, mert ez a témánk, ha javasolhatom. Okay. Engedjétek meg, hogy... Hol vannak a nyugat-európai újságokból azok a főcímek, vezércikkek, hogy tessék elszámolni a vakcinabeszerzés körüli ügyek ellentmondásaival? Hol vannak? Ha a sajtó ellenőrző szerepéről beszélünk. És még egy csomó más ügyet tudnánk mondani. Szándékomban áll tettemre hívni a nemzeti együttműködés rendszerének a médiapolitikáját. Egyetértetek? Erre nagyon kíváncsi lennék. A miniszterelnök úrnak azzal a kijelentésével, hogy grófó a király. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mennyire reprezentálja ez a nemzeti radikális kultúrát? Mennyire reprezentálja azt a fajta nemzeti identitást, amiben a rendszer... Ez a virágozzék száz virág. Ez miért a kérdés? Nem, ez nem a virágozzék száz virág, ez azt jelenti, hogy egy virág mind felett. Grófó a király, ez nem a száz virág egyike grófó, hanem a virág a grófó a király. A miniszterelnöktől most elvajtatod a személyes véleményét, meg az, hogy legyen egy személyes ízlése? Nem, a kultúra, nem, csak próbálom tetten érni a NER-nek a kultúrához... Arról nem beszél, hogy ez mindössze tény megállapítás. A kultúrához fűződő viszonyát, igen, ez tény megállapítás. A miniszterelnök úr tényeket állapít meg, ez véletlenül se az ő véleménye. Hát a véleményét kérdezték volna, azt mondta volna, hogy Wass Albert a király. Csak hát ő tények, azok makacs dolgok, grófó a király. Na most ebben, hogy grófó a király, ebben minden kifejeződik. Ebben kifejeződik. Téged zavar a grófó? Tessék? Téged zavar a grófó? Ó, nagyon is. Nagyon is zavar. Nagyon is zavar. Engem igen, az ajakultúra, igen, a kultúrmocsok, igen, bocsánatot kérek, de zavar. Nem gondolom azt, hogy 3 szavazatért érdemes hozzádörgölőzni. Én kérek elnézést. Megint ide kell idéznem Justícia istenasszonyt, neki van a kezében, bal kezében a kard, jobb kezében a mérleg. A mérleg egyik serpenyőjében van a NER ideológikus médiája, a másikban meg a tömegmédiája. Az egyik serpenyőben 100 000 embert szólít meg az ideológikus médiájával, és ezt a 100 000 főt nem tudja növelni, hanem azt a 100 000 fanatikust masszírozza folyamatosan. A mérleg másik serpenyőjében 2.900.000 felhasználó. A grófó a király serpenyő. Abban a serpenyőben király a grófó. Az a serpenyő, akinek a Vasvári Viviennel, meg az Origó csöcskontentjeivel lehet utat találni. Az Origó, a Fölkiser Beobakter és a Popó magazin identitászavaros gyermeke. Ez mennyire reprezentálódik a nemzeti kultúra, mennyire reprezentálódik Herceg Ferenc, mennyire reprezentálódik Wass Albert ezekben a csöcskontentekben, hogyha megnyitjátok az Origót. Nem elkeserítő, vagy ti elégedettek vagytok, amikor azt látjátok, hogy ilyen módon találtok utat a magyar társadalomhoz? Ez a gondolat egyébként az életes irodalom hasábjain született meg György Péter tollából a 90-es években, amikor a Dáridó nevű hasonló műfajú szórakoztatóipari egységnek elemezte azt a tömegreprezentációs erejét, ami egyébként politikai erőre, befolyásra is fordítható, és a nemzeti kultúra szempontjából egy igen fontos elem. Tehát akkor tulajdonképpen György Péterről beszélünk, aki Orbán Viktort felkérdezte a székházügyben. Tehát akkor tulajdonképpen György Péterhez tért meg a nemzeti radikális kurzus. Értem? Tehát György Péter előadta a teoretikát, jött Orbán Viktor, és azt mondta, hogy Péter, nem mondasz hülyeséget, valósítsuk meg! Ez egyfajta nemzeti minimum, egy pártok fölötti egyetértés. Hogyan kellene erre reagálni a magyar médiának, és hogyan kéne... A miniszterelnök ír egy ilyet, hogy grófó a király. Szerinted mi lenne az egészséges reakció erre? Arra a kijelentésre, hogy grófó a király? Hát legalábbis föl kéne hördülni. Legalábbis a kultúra... Tehát, hogyha elmondja a személyes álláspontját, ez egy halom embernek tetszik, de azt mondod, hogy szar, de nem tudsz ezzel egyetérteni. Akkor ezt mondod, a személyes álláspontod, amihez tök jogod van egyébként elmondani. De te most úgy csinálsz, mintha nem látnád azt a szakadékot, ami a Herceg Ferencet, meg a Tamási Áront a grófótól elválasztja. De most te azt állítod, hogy ott nincsen szakadék, hanem ott egy rét van, amin átsétálunk. De nem, ott egy szakadék van, ami fölé Orbán Viktor függőhidat ácsol, hogy azon keresztül gyakorolja a hatalmat, vagy uralja a nemzet. Ez nem a tömegkultúra és az elitkultúra feloldhatatlan problémája, és sok-sok időn átívelő problémája, hogy lehet-e mondjuk elitkultúrát, vagy színvonalas kultúrát széles tömegeknek? Bocsánat, még egyszer megismétlek, szerintem lenézed az embereknek egy részét. Valakinek ez tetszik, akkor neked nem tetszik, te elmondod az álláspontot. Nem... Én tisztelem az álláspontot, neked nem tetszik. Tehát, hogy szerintem ez tök rendben van. Az emberek nem maguktól ilyen ilyen igénytelenek. Abban nagyon sok pénz, nagyon sok energia. A TV2-nek rendkívüli know-how-ja. Hát igen, hát a Vasvári Rivian, meg az Origó, meg kell nyitni az Origót, meg kell nézni, hogy mi az a kulturális nívó, amin a nemzeti együttműködés rendszere megszólítja a tömegeket, mi az a kulturális nívó, amin egyébként a Megafon kommunikál. Egyáltalán a kérdés úgy vetődik fel, sajtó az, hogy visszatükrözzük az emberek félelmeit? Tekinthető ez sajtónak egyáltalán? Ez a sajtó funkciója, hogy az emberek félelmeit felmérjük a pszichológia szakmárulóinak a részvételével, politikai marketingesekkel, és kvázi visszatükrözzük, és felkínáljuk nekik a megoldás lehetőségét, mint egyetlen szavazat. 2 évenként vagy 4 évenként egyetlen szavazat. Robi, itt neked nem például a kereskedelmi médiával is van probléma. Tehát mondjuk nem látom... Tehát mondjuk ebben az esetben... De hogy lehet, hogy neked nincs? De, abszolút, csak hogy... Igen, TV2, ez kicsit úgy tűnhet, mint hogyha a TV2 dagonyázna a vérben a híradóiban, meg az emberek félelmeiben, miközben az RTL Klub, a konkurens csatorna pedig dacol ezzel, és a korszellemmel, és operáról, és mindenféle magas dolgokról. Hadd tegyek egy klasszikus liberális megjegyzést. Nem oké az, hogy mindenki azt fogyasztja, azt olvasja, azt nézi, azt hallgatja, ami neki tetszik. Robi szerint magas kultúra az jó, ami nem, az... De mi számít magas kultúrának? Én a ti véleményetekre vagyok kíváncsi. Te neked nincsen véleményed arról, ami a TV2-n zajlik. Te neked nincsen véleményed a Majkáról, meg a Tóth Gabiról. Nincsen véleményed arról a fajta, azon a színvonalon reprezentált kultúráról. Nincsen. Oda kapcsolsz a Sztárban Sztárra, és nézed azt, ahogyan azok az emberek viselkednek. És te azt érzed, hogy na, végre a nemzet van hatalmon Magyarországon. Ezt érzed, hogy végre Tamási Áron, Wass Albert, Herceg Ferenc, ez megvalósul. Ez egy jogos kérdés, hogy mennyire... Hogyha megengedett, a legutóbb megfogalmazott aggályaival Robinak egy részével egyébként mélyen egyet tudok érteni, tehát szerintem nagyon sok hozzánk méltatlan tartalmat, mondjuk így, kötnek hozzánk, vagy állítunk elő, vagy jelenik meg az úgymond mi felületeinken. Ezt nem szeretném vitatni. Ami Kisgrófót illeti, hogyha már itt neki rontottál, vagy a miniszterelnöknek, nem tudom. Tehát azt hiszem, úgy érzem, hogy egyikőtök sincs kellőképpen tisztában Kisgrófó munkásságával, mert akkor tudnátok, hogy ez az ő egyik művéből vett idézet. Igen. Művéből vett idézet. Ízlelgessük egy kicsit. Művéből vett idézet. Vendégszöveg. Szerző jogi védelmet élvez egyébként. Így van. Sőt, hát a kultúrkincsnek a része. Megfogalmazás, ez tetszik. Ugye Norokszáj, te vagy a király. Igen, Grófó a király. És miért király a Grófó a király? Az is kiderül. Pontatlanul idéztél, tehát légy szíves. Mondani szokták ugye klasszikusokat, csak pontosan. Csoli is a király, meg Grófó is a király. Te vagy a király. És így ez volt a poszt szövege is. Igen. De most nem... Grófó, te vagy a király. Nem bohockodni akarok. Miért király? Vannak olyan emberek, akiknek ez fontos, akiknek a körében ez népszerű. De miért fontos? És akik Magyarországon élnek, Magyarország állampolgárai, miért baj az, hogyha a miniszterelnök reflektál ezeknek az embereknek a... Na ez organikus. Ha YouTube-ot nézed, a Facebookon, egy ilyen organikus. Tényleg organikus. Az a kérdés, hogy organikusan lett ez fontos, vagy pedig fontossá? De önmagában az, hogy organikus valami, attól még lehet hitvány, nem? Tehát olyan... szabadjon nem beérni azzal, hogy valami organikus. Az, hogy neked ez nem tetszik, ez a poszt, az abszolút érthető vagy elfogadható. De hogyha a miniszterelnök elmegy és felköszönti a 80 eszendős Törőcsik Marit, és még más millió hasonló gesztust tesz olyan csoportok, olyan művészek, olyan művészek irányába, akik egyébként népszerűek, és akik egyébként a választók egy nagy részének fontosak, akkor szerintem az ezzel önmagában olyan nagyon nagy baj nincsen. Az, hogy a te sznobizmusodban ez egyáltalán nem fér bele, azt értjük. Hát igen, ez az én sznobizmusom. Az lenne a... Ezt így hívják, Robi. Aha. Hát az lenne a... Igen. Még egy utolsó reakciósak után lépjünk túl a grofó kérdésen. Jó, lépjünk túl a grofó kérdésen. Bocsánat, még egy dolog, amikor azt mondod, hogy az emberek igénytelensége nem magától van, hanem ezért nagyon sokan nagyon sokat tettek, és nagyon sok pénzt költöttek erre, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, akkor egyetértek veled, de ezt elsősorban nem a konzervatív oldalnak kell felróni, azt hiszem. Nem. Hát egy kereskedelmi média. Igen, de mi, hát igen, pontosan a kereskedelmi média. A csöcskontentekről, amikor a Playboy megjelent Magyarországon, és a legkifinomultabb publicisták, baloldali gondolkodók úgy érezték, hogy itt sík publikálni, akkor nem csöcskontent. Robitom, még egy utolsó, bocsánat. De érdekes, hogy amikor a baloldal... Rendkívül magas színvonalnak nevezték. Robinak a megszállásával zárjuk le ezt a témát. Amikor a jobb oldal műveli, akkor ez a véleménynek, a sajtónak és a kultúrának a szabadsága, de amikor a baloldal műveli, vagy a liberális oldal műveli, akkor az a nemzet elsorvasztása. És ugyanazt a kereskedelmi médiát nézzük. Ugyanazt a kereskedelmi médiát, akkor ezt el kéne dönteni. Miért grófó a király? Azért grófó a király, mert beül az A8-asba. És az egyszeri proli szintén szeretne beülni az A8-asba. Ma a 8-ába nem sikerült, az A8-asba szeretne beülni. És a grófó beül, és ezért ő a király. Ez a poén itt debütált? Ennek gyakorol gesztust a miniszterelnök. Itt az imént bezzegert jeleztél, hogy az RTL-en ugyanez megy. Az kereskedelmi médiát mondta. A kereskedelmi, igen, hát az RTL-en valóban ugyanez megy. De hogyha ezzel elvi vagy kulturális konfliktusa van az úgynevezett nemzeti oldalnak, akkor az lenne a feladata, hogy erre merőlegest állítson a kultúrában. Nem párhuzamosat. Hát nem párhuzamos követő stratégiával lekövetni azt, amit az RTL csinál, majd nagyobb tőkeerővel lehajrázni őket, ami zajlik a TV2-n, hanem akkor ezzel ezt ki kéne hívni egy másfajta kultúrával. Csak hogy ennek a kultúrának a nyomai is fölszívódnak épp. Látott-e a német akár kereskedelmi, akár pedig államilag finanszírozott tévéknek a különböző műsorait? Nem látok különbséget. Tehát most te azt mondod, hogy Magyarországon nem probléma, hogy nem látsz különbséget. Azt mondta, hogy ez csak magyar sajátosság, innen indultunk. Nem magyar sajátosság, ez globális. De nem probléma, hogy nem látsz különbséget? Hogy bekapcsolod a nemzeti oldalnak, a Mészáros Lőrincnek a nemzeti kézben lévő televízióját, és nem látsz különbséget a mocsok média és a között, és ez neked nem probléma, hanem azt mondod, hogy ez a szabadság, ez a virágozzék ezer virág, hát ez szabad sajtó, szabad nyilvánosság, nem érzel gyomorgörcsöt, amikor nézel. Bocsánat. És bocsánat, még egy utolsó szó, fogyasztói tudatosság. Ennyi. Tehát ha neked nem tetszik, mást olvasol. Én is mást olvasok. Én is mást nézek. Én például nem tévézek. Tehát viszont nem is zavar. Jó, de ennek a megítélésében mindig van ez az átváltozás liberálissá. Amikor a magyar média viszonyokat kell tolerálni, a hatalmas a tolerancia. Oké, kinyitnánk a közönség felé is a kérdéseket, tehát van körülbelül 20-25 percünk még. Ott a dobálós mikrofon, azt kérlek ide, ahol emelkednek a kezek, dobd oda. Gábornak közben azt hiszem előbb-utóbb távoznia kell körünkből egy párhuzamos program miatt. Még pár perc, úgyhogy még erre talán tud reagálni. Szervusztok! Ez nem kérdés lesz, hanem egy provokatív megjegyzés Róbertnek, aki szerintem ezt bírni fogja. Robert, amikor azt mondtad, hogy a 150 cikket eltűnt a Magyar Nemzetről, az MNO-ról, én annak örülök. Amikor azt mondod, hogy tapos rajtad az Orbáni csizma, én annak örülök. És azért örülök, mert ez egy olyan szolidaritásba taszít téged, amivel egy hajóba vagyunk. Rajtam nem tapos Orbán Viktor, én nyugat felé globálisan angolul kommunikálok, és én ott vagyok diszidens. Nekem ott kell az árnyékba mozognom, hogy ne tiltson le a fizetős platform, hogy ne rúgjanak ki mindenféle felületről. És én azt veszem észre, hogy te egy ilyen kontextus problémával küzdöttetek, hogy Robertnek van egy kontextus, ami Magyarország, a kormánypártnak van egy kontextus, ami globális, főleg azóta, mióta Orbán Viktor gyakorlatilag az első számú külügyminiszterként külpolitizál. És hogyha most elképzeljétek a világ térképet, a politikait, és fessük kékre azt a nagy szövetségrendszert, amiben benne vagyunk, a NATO-t, meg az EU-t, ami itt keleti végén vagyunk, és tart Los Angelesig, akkor az egész nagy-nagy-nagy kék, és legyen Magyarország zöld. és ezt a kéket ezt leuralta a Gletscher, hogy említettétek, a CDU is bele csicskítva, mert azt mondták, hogy mi ezt nem csinálhatjuk, és őket is legyarulta ez a Gletscher. És itt van ez a kis zöld folt még, ami még nincs legyarulva, és ezt erre mondanám a provinciális Puzsért, hogy Robertnek teljesen igaza van abban, amikor gusztustalanságokat hoz fel az Origótól, meg a kormánymédiától. Csak az a helyzet, hogyha még ezt az egy kis sarkot is legyarulja, akkor mi lesz? Mert hogyha én például azt mondom, hogy Orbán egy geci, és ez mehet jegyzőkönyvbe, vagy odaragasztom magam a karmelitához, vagy semmi nem történik velem, vagy kapok egy babzsákot, ha jól csinálom, meg egy megbukott egy NGO-nál. Ha egy Mi Hazánkos kezd el ugrálni, nem fog se Putyin, se Peking neki babzsákot adni, hanem az egzisztenciának annyi, és hogyha még kapunk mondjuk egy szlovák kormányt, egy ilyen globalista kormányt, akkor végképp annyi. Tehát nincs hova menekülni, sarokban van, ennyi. Tehát ezért mondom, hogy én örülök neki, hogy egy kicsit el vagy nyomva, mert azt szoktam észrevenni, mert egy hajóban vagyunk. Csak a kontextus, szerintem a kontextus az, ahol egy ilyen macska-kutya kommunikációs problémával küzdöttök, amikor erről beszéltek. Magyarországon semminek nincsen következménye. És ennek a következménytelenségnek a nagy összefüggő következménye a nemzeti együttműködés rendszere. A következménytelenség egy rendszerré állt össze, ezzé a rendszerré, amiben semminek nincs már következménye. A Gyurcsány országlásának is ez lett az egyetlen következménye, pedig úgy hangzott az ígéret 2010-ben, hogy a Gyurcsány számon lesz kérve. Ez volt az egyetlen ígéret, amire a magyarok kétharmadot adtak. És pont ez nem teljesült. Helyette teljesült minden más. Polgári Magyarországból lett hűbéri Magyarország. Minden ígéret az ellenkezőjére fordult, de ez az egy, pont ez a Gyurcsány számon kérése. Valahogy ez nem teljesült. Nincs következmény, 500 elvesztett sajtóper 7 év alatt. A úgynevezett nemzeti oldalon. 500 elvesztett sajtóper 7 év alatt. Hát ez már színtiszta cégszerű működés. Így működnek a nagy olajvállalatok, amikor szétszennyezik a mexikói öbölt. Öntsük bele a fáradt olajat a mexikói öbölbe, és majd kifizetjük a büntetést. Tudod, az elvesztett perek belekalkulálása az éves költségvetésbe. Hogy hazudjunk valamit, majd elveszítjük a sajtópert, és majd kifizetjük. Tulajdonképpen a magyar állam kifizeti a magyar államnak. Orbán Viktor az egyik zsebéből átrakja a másik. Bocsánat, Robi, a nézői felvetésről mi a véleményed? Tehát, hogy nemzetközi összevetésben mondjuk szabadságharcos a magyar kormány, a hazai pályán meg nem feltétlenül. Csak a magyar kormány, magyar állam nem a nemzetközi média túlsúlyjal, vagy a nemzetközi nyomulással szemben szervezte meg a maga média hegemóniáját Magyarországon, vagy a maga média túlsúlyát, vagy a maga média dominanciáját Magyarországon, hanem a magyar társadalommal szemben. Ez a külön, és persze a hivatkozás az az, hogy hát a nyugati liberális nyomulással szemben valójában arról van szó, hogy a társadalmat kell kontrollálni, hogy a társadalom 4 évről 4 évre az elitnek, a gazdasági és a politikai elitnek tetsző döntéseket hozza. Az, hogy te itt vagy, az hogyan, minek tudod be? Hát, ennyi szabadsága, ennyi mozgása, ennyi játéka van a rendszernek, hogy én itt ülök és vitatkozom veletek. És én ezt próbálom, ezt a játékteret bejátszani, hogy legyen értelme a dolognak. Nem tudom, a többiek itt mondanak, a másik oldal nem hívott semmilyen nyári rendezvényre, nem tudom, hogy tapasztaltátok. Hogy a másik oldal... Nem hívott semmilyen nyári rendezvényre. Engem? Nem, engem. Ja, hogy téged nem hívott. Hát engem sem. És nem tudom, hogy milyen... Akkor már ketten vagyunk. Akkor hol van a médiaturizmus? Hol van a véleményszabadság? Itt van. De én nem is tudom, milyen nyári rendezvényre nem hívtak meg engem a másik oldalról. Melyik az a rendezvény? Akkor nevezd már... Szárszó. Én soha nem voltam még Szárszón, engem még soha nem hívtak Szárszóra. Lehet, hogy azért nem hívtak Szárszóra, mert van egy sejtésük arról, hogy mit mondanék. Egyrészt másrészt megszűn már egy ide. Meg lehet, hogy nem akarják hallani. És az plurális, szerinted az véleményszabadság? Szerinted az médiaszabadság? Nem, hát annyi média szabadság mindenképpen szorult a rendszerbe, hogy én itt most itt ülhetek a seggemmel ezen a széken. Tehát akkor azt mondod, hogy a NER média szabadabb, mint a másik oldal médiája. Hát azt azért nem mondtam. Hát nekem ebből következett, amit mondtál. Nagyon merész következtetés. Nem csak hogy itt Szárszóra, ide meg meghívtak, de tudod, 2023 van. Ez hányadik tusványosi rendezvény? 32. Tehát 31-szer kihagytátok az ígyszert, hogy engem meghívjatok. 31-szer repült a labda, leüthettétek volna és kihagytátok. 32-szer leütöd, és itt ünnepled a kurzusodat, hogy micsoda szabadság. Micsoda nyilvánosság. Nagyon a saját szemszögedből látod a helyzetet. Minden évben meg vannak hívva a másik oldalról. Én is például először vagyok meghívva, csak mondom. Jöjjön vagyunk az közben jelentkezzen az, akinek kérdése van a közönség soraiban. Még Gábortól elbúcsúzunk, de ma parancsolj. Szárszóra egyébként senkit nem hívnak már sajnos. Még néhányan megveszük a hócit. Már nincs is szárszó? Nincsen már. Én úgy akkor hova meghívtak meg? De előtte meghívtak. Na jó, de tényleg, nem, soha nem hívtak meg, de legalább már nincs is szárszó. Tehát az van, hogy a másik oldalon nincs ilyen rendezvénye. Viszont Robi, most nem csak, hogy itt vagy 31 év után, hanem 5-ször annyit beszélsz, mint mi együtt összesen. Ez azért nem egészen váratlan, tehát hogy ezt lehet sejteni. Parancsoljon. Jó napot kívánok! Nekem az lenne a kérésem, hogy kihallottam, hogy ugye Magyarországnak ez a média hegemónia, meg ez, hogy egy politikai párt kezében összpontosul az erő a média felett, ez egy negatív dolog. De hogy legalább hosszú távon valami épülés, bár ez az építmény nem fog megfelelni pontosan annak az utopisztikus, nyugati, liberális egyenlőség álmának, és nem olyan lesz a színe, de legalább valami készül, mert mondjuk, tehát hogyha összehasonlítjuk a romániai politikai viszonylattal, hogy itt milyen szinten, milyen gyakorisággal történik változás a politikai elit terén, akkor itt nem épül semmi ahhoz képest, ami legalább Magyarországon valami épül, és ezzel kapcsolatosan... Az jó, ha valami épül, de azért talán nem mindegy, hogy mi. Értjük, hogy épül. Ezt nem lehet letagadni, hogy épül. De talán érdemes némi figyelmet fordítani arra, hogy mi az, ami épül. Mert van olyan, ami jobb, ha nem épül, mint ha épül. Tehát önmagában az, hogy valami épül, nem feltétlenül jó. Ezért érdemes előbb megvizsgálni, hogy mi az, ami épül vagy nem épül, az alapján lehet eldönteni, hogy jó-e, hogy épül vagy nem épül. Az, ami itt épül, jobb lenne, ha bomlana, nem épülne. Én így gondolom. De, és pont azért gondolom így, mert nem zár be szöget sem a nemzeti gondolattal, sem a magyar társadalommal, hanem az ember zavaros tudattalanjával, meg a félelmeivel, meg az ábrángyaival, amiket marketing kreatívok, ma úgynevezett kreatív értekezleteken mérnek fel, és pozícionálják az üzeneteiket, meg targetálják a célcsoportjaikat. Hát ez az a fajta kommunikáció, ahogyan a nyugati liberális mainstream legyártja a maga nyilvánosságát. Most ehhez képest őszintén nem látom a minőségi különbséget. A nemzeti együttműködés rendszerének nyilvánossága a kultúrharcos felületein a leghatékonytalanabb. Képtelen arra, hogy további csoportokat megcélozzon. És kizárólag az aljakultúrával, Vasvári Viviennel, meg az Origó csöcskontentjeivel képes arra, hogy a tömegeket megszólítsa. És ez legalábbis egy súlyos kulturális defektus a jobb oldalon. Szabadjon jelezni. István? Nekem mindig problémám az, hogy Robi mondja meg, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a szép, mi a nem szép, de ezt most tegyük félre. Azt nagyon sajnálom, hogy nem maradt időnk arra, hogy beszélgessünk a tech cégekről, meg az ő befolyásukról, mert azért csak egy gyors... Van még időnk, hogyha elfogynak a nézőkérdések, még beszélünk erről. Egy gyors említés erejéig, hogy ők viszont tényleg kezdenek abba a helyzetbe helyezkedni, amiben szeretné helyezkedni, hogy mi a jó és mi a rossz, és eldöntik. Ugye a Facebook esetében számos alkalommal kiderült, hogy hogy történik. Kiderült a Twitterrel kapcsolatban, ugye azután, hogy tulajdonosváltás történt, és elmondták, hogy hát ott most változtatni kell a különböző működési szabályokon. És egyébként a YouTube is, egy érdekességet elmondok, van NER videórovat, videókat készítünk különböző témákban, elsősorban az utóbbi időben azt láttuk, hogy az olvasóinkat, követőinket a háborús kérdések érdeklik. Különböző szférából hívunk be szakembereket, egyik oldalról, másik oldalról. Mindenkinek lehetőséget biztosítunk, sőt vitát is csinálunk, minden héten csinálunk vitát. És mit látunk? Azt kaptuk vissza, amikor szerettük volna megjelentetni a Facebookon, meg szerettük volna a YouTube-on. Nem sok pénzért elállok egyik, talán ennyi szakmai titkot elállultuk, hogy 10 000 forinttal akartuk meghirdetni az egyik tartalmunkat. Azt a választ kaptuk, hogy nem lehet, mert rajta van egy tank. Na most egy háborús helyzetben, és a YouTube sem vállalta, egy háborús helyzetben, egy háborús tematikában azt mondani, hogy nem lehet egy tankot rátenni, vagy nem lehet katonákat rátenni, nekem nettó furcsa, nekem nem fér bele a szabadságba ez, hogy akkor azt nem lehet meghirdetni, mert ez érzékeny. Bocsánat, még itt az ideje a békének. Gyuri még akart valamit mondani a nézői felvetésre, és utána még visszatérhetünk erre, hogy kik a kapuőrök, meg ki nem, hogyha elfogyunk a közönség kérdésekkel. Hát főleg, jó az, ami épül. Főleg kell néhány ponton reflektálnom, mert annyi mindent mond, és annyi minden marad itt a levegőben, amivel kapcsolatban érdemes lenne válaszolnunk, hogy elég nehéz tartani vele a lépést. De például azt mondod, hogy a jelenlegi kurzus, meg nem tudom milyen szavakat használsz, csak a tömegkultúra és az aljakultúrán keresztül tudja megszólítani a tömegeket. Szerintem, noha az nem egy állami rendezvény volt, de mégiscsak egyértelműen a jobboldali konzervatív közösségnek a egyértelmű odaállásával zajlott mondjuk egy pápalátogatás. Tömegek mozdultak meg. A Puskás Arénában minden válogatott meccsre órák alatt, néha percek alatt elfogynak a jegyek. Korábban még csak egy épkézláb helyszín sem volt, ahol meccset lehetett volna rendezni. Most 60 000 ember ül ott minden alkalommal, és nem csak a futballról beszélek. Vizes VB-t rendeztünk koncepció mentén, egy csomó világversenyt rendezünk. Szerintem a sportélmény az közösségi élményként is, kulturális élményként is egy nem elvetendő valami, vagy legalábbis mindenképpen igazságtalan, hogy azt mondod, hogy csak a tömegkultúra és csak az aljakultúra. Az Operaház ebben a ciklusban újult meg, és hosszan lehetne még sorolni a kulturális beruházásokat, a nagyszabású kiállításokat a Szépművészeti Múzeumban, amelyek szerintem ilyen jól látható koncepció mentén és ilyen jól kommunikálva azelőtt soha nem zajlottak, de mondhatnám a Nemzeti Múzeumot, amelyik sokkal inkább jelen van most a közéletben, mint korábban. És még egy csomó jelenséget tudnék mondani, tehát legalábbis túlzónak és igazságnak érzem azt, hogy csak az aljakultúra. Futballválogatottra utaltál, a Rákosi rendszert legitimálja az aranycsapat? Mert az egy olyan futballválogatott volt, amelyik a világ legjobbja volt, ellentétben a mai magyar futballválogatottal, amelyiknek most már egészen nézhető meccsei vannak. Akkor ez alapján, ha ez alapján ítéljük meg a rendszert, akkor a Rákosi rendszer az egy sikeres, a magyarokat sokkal elégedettebbé tevő rendszer, egy élhetőbb rendszer volt, egy nemzetibb rendszer volt. Ellentétben most a mostani valamelyik, hát igyekszik, de hát nem. Ezt a fejezetet ne nyissuk meg, a Rákosi rendszer volt az, amelyik nem engedte ki az 50-es világbajnokságra valóban a világ egyik legjobbjának számító magyar válogatottat, és a Rákosi rendszer volt az is. De akárhogy is tele volt a Népstadion, tele volt és a magyarok egy szíve együtt dobban. Amelyet ugyanúgy 2 év alatt terveztek fölépíteni, mint a Puskás Arénát, csak sajnos 5 év alatt sem sikerült befejezni, sőt az azt követő 40 év alatt sem sikerült befejezni. Jó, de sikerült az örökséget átmenteni. Kanyarodjunk vissza a nézői kérdés megválaszolására. Egyrészt meg fogom nyerni a vitát, másrészt holnap reggelig itt ülünk. A másik, most már sokszor hallom, ez a feudális, ugye most hűbéri. Most korlátozzuk arra, hogy jó az, ami épül, vagy... Ezt a gondolatot. Ugye most lehet hallani mindig, hogy a Soros birodalom örököse Soros György fia, és ezt tulajdonképpen a liberális sajtó is így kezeli ezt a kérdést. Létezik-e feudálisabb jelenség ennél? Hogy van neki egy örököse, aki a fia, és elmondhatjuk ugyanezt a világ legliberálisabbnak tartott országaival kapcsolatban, ahol mindig ezt tanultuk, hogy a meritokrácia meg az érdem számít, és bárkiből lehet elnök. Igen, de ezzel probléma. Bárkiből lehet elnök, ehhez képest mondjuk most már Amerikában nem tudom hányadik család az, amelynek több tagja vagy több nemzedéke uralkodott, vagy mondjuk Justin Trudeau, aki azt hiszem az édesapja is miniszterelnök volt, létezik-e ennél feudálisabb jelenség? De ez probléma? Én azt kérdezem, hogy létezik ennél feudálisabb jelenség. Aligha létezik, és ez probléma? A te szemedben. Köszönöm szépen, a te szemedben probléma ez, hogy, hogy ilyen feudálisan működik a Soros birodalom, hogy a gyerekének a képében a saját utódját kinevezi. És nem csak ebben a... Kineveli és kinevezi. Neked ez probléma? A nagy feudalizmus vitát majd egy külön programpont keretében beszéljük. Kinek van még kérdése a közönségből? Itt van egy jelentkező... Akkor? Hogyha egy percben be tudják fejezni, akkor oké. Rendben. Probléma-e, hogy Soros György ilyen feudális módon vezeti a saját, amúgy kapitalistának láttatott birodalmát? Nem, a te szemedben. Az a probléma, hogy a feudális és hűbéri és nem tudom milyen jelzőkkel állandóan a másik oldalt illetik, miközben jó pár ilyen lehet találni azon az oldalon, ahol egyébként állítólag ezek az értékek egyáltalán nem számítanak. De akkor a miniszterelnöknek az eljárt Tiborcz István az miért az ország egyik legsikeresebb vállalkozója? Hogyha a feudalizmus amúgy probléma, és hogyha ezt a Soros Györggyel kapcsolatban kijátsszuk ezt a kártyát, akkor saját kurzusunkra hogy nem értelmezzük? Vagy arra, hogy esik a vakfoltunkba Tiborcz István? Erre vagyok kíváncsi, hogy van ez a kettős könyvelés a nemzeti érzelmű oldalon. Erre rohadt kíváncsi vagyok. Vissza kérdezem, hogy miért ne lehetne az. Tehát erre van valami szabály, hogy a miniszternek a veje. Nem lehet gazdaság. Soros György ugyanígy kérdez vissza. Nagyon-nagyon messze járunk, és Soros György ugyanígy kérdez vissza. Van-e valami olyan szabály, hogy az ő fia ne lehetne az ő örököse? Jó, lejárt az 1+1 percünk, úgyhogy parancsolj. Jó napot. Én igazából arra szeretnék rákérdezni, elhangzott itt az elején egy olyan, hogy a kormánypárti szavazók azok nyitottabbak, mert ők olvassák a Telexet, 444-et, legalábbis volt ilyen felmérés, amiből ez derült ki. Ez vajon nem azért van, mert onnan szereznek plusz információkat? Tehát például megnyitom az Origót, én nem tudok onnan kihámozni semmi hasznosat, amit igazából... A Mandiner talán egy kivétel, köszönjük, meg a Magyar Nemzet, de ott is érzek egy valamekkora lépéshátrányt, talán ezt nem tudom, hogy minek tudható be, de lennének ötleteim, tippeim. Ez nem lehet emiatt, hogy... Ugye annak kapcsán hoztam fel, itt elhangzott egy olyan álláspont, hogy a jobboldali szavazók azok, sőt a magyar emberek irányítva vannak, és Orbán Viktor a média rendszeren keresztül átmossa az embereknek az agyát, és hogy ennek az eredménye a Fidesz kétharmad. És ugye erre hoztam fel ellenérvként azt, hogy milyen érdekes, jobboldali szavazók elolvassák a Telexet, elolvassák a 444-et, a HVG-t, stb. És mégis a Fideszre szavaznak. Oké. Ugye van ezek kapcsolatban... Nem azért szavaznak a Fideszre, mert nem ismerik az ellenoldal érveit, hanem elolvassák, megfontolják, és mégis a Fideszre szavaznak. Ezen talán elgondolkodnak. Köszönöm a mandirenes megjegyzést. Nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a kollégák, akik az oldalt szerkesztik arra, hogy például a Robinak a különböző megnyilatkozásai megjelenjenek, meg másoknak egyébként próbálják folyamatosan követni a közéleti eseményeket, és mindegyik oldalról próbálnak bevonzani véleményeket. Ezt a véleménysávot egyébként mindenkinek ajánlom. Baromi érdekes, hogyha valaki egy oldalt akar, és egy oldalon keresztül akar tájékozni, az mindenképpen a Mondin legyen szerintem. Van olyan orgánum, ami azért sikeres, amit megjelentett, és ami ott olvasható, azért alkalmas, vagy azért támogatja a magyar állam, vagy a nemzeti nagy tőke, és van olyan orgánum, ami azért sikeres, amit kiszorít a nyilvánosságból, ami nem jelenik meg ott, amit a Vasvári Vivien, meg amit a csöcskontentek kiszorítanak, és pont bizonyos orgánumoknak meg pont ez a funkciójuk. És csak azt látom, hogy... Ne könyörgöm. Oké. Okay. Tehát ha nem tetszik, ne nézd. Oké. Okay. Oké, én nem kattintok rá, de attól még Magyarországon, vagy szabad, hogy véleményem legyen róla, vagy szabad, hogy rámutassak arra, hogy ez hogyan deformálja a magyar nyilvánosságot, abszolút, a magyar közgondolkodást, attól, hogy én nem kattintok oda. Ne vitasd el azoktól, akik meg szeretnék ezt azoktól, nézni. Akik szeretnék, hát ez a fogyasztóknak, hát ez az emberek igénylik Vasvári. Orbán Viktor oda megy mindenkihez, hogy kattintsál rá az Origóra. Némiképp. Orbán Viktor nemzeti tulajdonba vette az Origót, és kiderült, hogy a legjobb, amit tehet vele, ezek a csöcsök, meg a Vasvári Vivien, meg ezek a trash celebek, meg ez a semmire kellőség, meg ez a nemzetinek legjobb indulattal sem nevezhető köznyilvános hitványság. Én mindig azt mondom, Gyuri, bocsánat meg. Így van. Hadd mondjak egy ellenpéldát, és hadd beszéljek kicsit haza egyébként. A Nemzeti Sportnál kimondottan policy az, hogy bár a legfontosabb sportportálok Nyugat-Európában is engednek a kísértésnek, és ezeket a fajta szoftpornó tartalmakat beengedik a sporttartalmak közé, mondván, hogy sokan klikkelnek arra, hogy melyik focistának, melyik modellbarátnője éppen mit posztolt az Instán. Mi a Nemzeti Sportnál próbálunk ennek ellenállni, és kimondottan azért, mert felmérések is alátámasztják azt, hogy a szülők úgy vannak vele, hogyha sportról olvas a gyerek, és a Nemzeti Sporton olyan tartalmakat talál, amelyeket talán még a szülő is örömmel vesz, vagy legalábbis nem ellenez, hogy elolvasson. Ez nekünk egy rendkívül fontos része az olvasótábornak, és ezért következetesen és kimondottan szabályba iktatva ellenállunk ezeknek a törekvéseknek, az által church contentnek nevezett tartalmak beengedésének, a kísértésének, pedig sok klikkelést hozna, és ennek ellenére egyébként a hazai sportmédiában, a hazai online sportmédiában toronymagas piacvezetők vagyunk. A legtöbb sport témájú tartalmat nálunk olvassák, és a legtöbbet klikkelik az olvasók. Még egy nézői kérdés, és akkor utána nekem is lesz majd egy búcsú kérdésem. Jó napot, nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne, vagy lehetne egyáltalán akkor egy felelős kultúrmédiát képíteni a kereskedelmi televízióban, és hogy egyáltalán erre van-e kereslet Magyarországon, vagy csak mi próbálunk egy idealizált képet alkotni, amiben vágyunk minőségi adásokra, de valójában nem teszünk érte semmit. István? Én megint oda tudok visszatérni, tényleg mindenki azt fogyasztja, ami neki szimpatikus, és ha valaki jobboldali fogyasztó, és csak jobboldali tartalmakat akar, és csak jobboldali oldalakat látogat, akkor az meg tudja magának találni azokat a felületeket, ami szimpatikus. Most a Robinak azt tudnám javasolni, hogy ha zavarja a church content, akkor a mondinert. István, van felelőssége abban a médiának, hogy lehúzza vagy felemel? Vagy pedig fogyasztóigények? Ugye, ahonnan indultunk, és onnan az egész média meg lapkiadás indult, én azt gondolom, hogy annak egy betetőzése, amit most látunk, hogy a fogyasztói igényekre fókuszál teljes mértékben. Én azt gondolom, hogy azért feladat, felelősség az, hogy értékeket teremtsen, és mindegyik oldalnak a saját olvasói táborán belül kell ezeket az értékeket, vagy elképzeléseket, vagy tartalmakat megtalálnia. Megint a Mandira nevében tudok nyilatkozni, mi próbálunk értéket képviselni. Orbán Viktor akkor alkalmazkodik egy helyzethez, hogyha azzal a helyzettel elégedett. Orbán Viktor nem egy alkalmazkodó típus. Orbán Viktor egy alkalmazó típus. Orbán Viktor formálja a világot, olyanná formálja, amilyen az ő hatalmi igényeinek megfelel. Amikor azt látjuk, hogy Orbán Viktor alkalmazkodik, akkor arra kell következtetnünk, hogy Orbán Viktor azzal a helyzettel elégedett, abból a helyzetből önmagának hatalmi tőkét igyekszik kovácsolni, és azt igyekszik a maga hatalmi erőműveibe becsatornázni. Ezzel akkor lenne baj, hogyha a választók nem mondhatnák el a véleményüket erről időről időre, de elmondhatjuk. Világos, csak nézzünk egy példát. A magyar jobboldal hagyományosan oroszellenes volt. Hagyományosan oroszellenes volt. Orbán Viktor ezt a helyzetet megváltoztatta. Mára a magyar társadalom zöme és a jobboldal russzofillá vált. Orosz baráttá, orosz empatikussá vált. Ezt mi alapján mondod? Kérdezem ezt azért, mert az ország alapján, amiben élek. Mi próbáljuk folyamatosan értelmezni egyébként az olvasói táborunkat, és azt látjuk az olvasói táboron belül is, a videók kapcsán, a különböző műsoraink kapcsán nagyon szerteágazóak a vélemények, és nyilván ezek jobboldali érdeklődésű emberek. Tehát igen, szeretnétek az embereket arra bírni, hogy vagy legyenek orosz ellenesek, vagy legyenek orosz barátok, holott a magyar emberek alapvetően magyar barátok szeretnének lenni, de ezt azt hiszem nem lehet megtenni. Ezt ma Magyarországon nem lehet megtenni. Ez a magyar barátság, ez nem teljesült. Kéne egy kétharmados rendszer, legalább 13 év is, akkor talán megvalósulna. Vagy egy picit hosszabb ideig. Hoztam egy példát ezzel az orosz barátsággal. Sok példát tudok hozni. Orbán Viktor egy csomó mindent megváltoztatott Magyarországon, ami nem felelt meg neki. Az a tény, hogy Orbán Viktor a kereskedelmi televíziózásnak a jelen állapotát, meg a trash médiának, meg az Origó csöcs kontentjeinek, meg Vasvári Riviennek a nyilvános szereplését, a saját politikai erőműveibe csatornázza, a saját politikai tőkéjévé kovácsolja, az azt jelzi, hogy Orbán Viktornak ezzel nincs konfliktusa. Ha lenne konfliktusa, ha itt egy súlyos elvi konfliktus lenne, Orbán Viktor formálná a kultúrát. Orbán Viktor nem formálni, uralni akarja a kultúrát, és ezt grófúval tudja megtenni. És ez legalábbis probléma kéne, hogy legyen a jobboldal ideológikus, meg ilyen ideológiai napi kultúrharcban utazó véleményformálóinak a szemében. Legalábbis én elvárnék egy ilyen konfliktust, vagy egy ilyen diszonanciát, vagy egy ilyen rossz érzést. István? Csak egy gondolat, hogy én nem gondolom azt, hogy miniszterelnöknek erre van ideje, hogy azt nézem meg, hogy mi megy a médiában, mit fogalmazzanak meg, és hogy ezt ő napi szinten ezzel kell és ezzel fekszik. Hogyan uralja a magyar emberek tudatát? Hát erre Orbán Viktornak hát nincs is befolyása. Sőt, ideje sincs. Gyuri, még hallgassuk meg Gyurinak a válaszát erre, és akkor utána még lesz egy lezáró kérdésünk, és elfogy az időnk. Hát, hogyha az a kérdés, hogy a kereskedelmi televízió sekélyes, vagy annak minősített mi voltával mit lehetne tenni, valószínűleg semmit, mert ez a műfajnak sajnos a jellegzetessége. Viszont akkor ott van a sokat bírált közmédia, szerintem nagyon sok, nagyon magas színvonalú tartalma azoknak, és ahogy István mondja, hál' Istennek van bőven választék, és van. Mondom, 100 000 embert sikerül vele megszólítani, és azt a 100 000 embert masszírozni egy évtizeden át. A 2.900.000 embert, meg hát a grófón keresztül sikerül. Kicsit ide kapcsolódik, amit Gyuri mondott a búcsú kérdésünk. Nem tudom, ugye senkiben nem maradt már, nem láttam, hogy bárki jelentkezett volna még. Jó, ott hátul még egy utolsó lehetőség a lezáró kör előtt. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök mindenkit, örvendek a beszélgetésnek. Én csak egy újságolvasó prizmáján keresztül követem a magyarországi közéletet, de 2 évtizeden. Elhangzott a konszolidáció szó, és röviden csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye nem egy kádári típusú konszolidációra vágyik a magyar közélet, mert abból így Erdélyből nézve köszönjük szépen egy olyanfajta önfeladásból, nem kérnénk, és ezért nem mindegy, hogy hol jön létre az a konszolidáció. Köszönöm szépen. De egy betleni típusú konszolidáció az azért lehetne, nem? Nem csak Kádár tudott konszolidálni Magyarországon. A Ferenc Józsefnek is volt valamiféle, igen, a kiegyezés és a kiegyezést követő 40 év során volt igenis egy konszolidáció, a betlen 10 éves miniszterelnöki hivatala idején is volt igenis egy konszolidáció, de a Kádár is tudott konszolidálni. Nyilván nem a kádárizmus az, amire vágyom, különben annyira élveznék Magyarországon élni, hogy az elmondhatatlan, de nekem ezzel vannak konfliktusaim, és bizony én a Magyarországon jelen körülmények közt a kádárizmus továbbélését látom, mínusz konszolidáció. Ugye lefordítom, amit mondtál, meg ami általában jellemző a liberális megközelítésre, hogyha megerősödik az ellenvélemény, akkor nem arról van szó, hogy jaj, de jó a sokszínűség, amit azelőtt mondtak, hanem ez most már polarizáció és nagyon veszélyes és ellenségeskedés, és most konszolidálni kell feltétlenül. Csak arról van szó, hogy van egy markáns ellenvélemény, a nemzetközi, egyébként a miénknél sokkal erősebb mainstream-mel szemben. Őrjöngő kultúrharc van és folyamatos... Igen, kultúrharc, ezt is igen, mondtad, nem csak polarizáció, kultúrharc. Igen, tehát ha van másik vélemény, az már kultúrharc. De te azt mondod, hogy nincs kultúrharc, hogy a magyar nyilvánosság meg a úgynevezett nemzeti oldal nem korbácsolja a kultúrharcot. Máskor ezt nagyszerű értéknek mondjátok, hogy ütköznek a nézetek. Oké, István, hallgassuk meg a konszolidáció kérdésben, és utána... Megint csak egy mondatot zárom, ahonnan indultam, hogy színesebb, és hogy megtalálja mindenki a magáét, sokkal színesebb, mint a német média. Szerintem ez érdekes, szerintem ez izgalmas, szerintem ez jobb. Itt azt hiszem, hogy az igazi probléma az, hogy Orbán Viktor egy csatár. Ez Orbán Viktornak a személyiségéből következik, semmi másból. Ő nem tud konszolidálni, soha nem is konszolidált. Ő egy csatár, ő mindig gólt akar rúgni. Gólt rúgni, és gólt rúgni, és gólt rúgni. Most ahhoz, hogy valaki konszolidáljon, a konszolidáció az azt jelenti, melyik pozíció? Melyik védekező középpályás már tud konszolidálni? Egy védekező középpályás tud konszolidálni, egy védő tud konszolidálni, egy kapus csak konszolidálni tud. Nem mondom, hogy kapusnak kéne lenni, de az, hogy a Orbán Viktor csatár is csak a góllövésre megy, és semmi más nem érdekli, csak az, hogy gólt lőjön. Ahhoz, hogy konszolidáljon, igen, egy védekező középpályás, meg kéne tartani a labdát, hagyni kéne egy teret a nyilvánosságban, nem elaknásítani a nyilvánosságot, mert van különbség a között, hogy minden vélemény szabad, és a sokféle véleménynek a sokfélesége az egy szabad közéletet eredményez, meg van egy különbség a között, hogy az, akinek ellenvéleménye van Orbán Viktor politikájával szemben, az hazaáruló, mert nem a haza... Nem Orbán Viktor tartozik a hazához, hanem a haza tartozik Orbán Viktorhoz. Tehát nem arról van szó, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy te milyen politikát szorgalmazol, és az alapján azt, állítsuk azt relációba azzal, amit a nemzeti politikáról gondolunk, hanem nézzük meg, hogy mit csinál Orbán Viktor. Az a nemzeti politika, bármit is csináljon éppen Orbán Viktor, az azért különös, hogy 13 éve bármit tett Orbán Viktor, az mindig maradéktalanul a nemzeti politika volt, és hogy a jobb oldalon egyetlen sajtómunkásnak, egyetlen olyan megnyilatkozására nem emlékszem, hogy azt úgy kinyilvánította volna, hogy hát talán Orbán Viktor ebben a kérdésben talán 10 foknyit tévedett, vagy talán valamennyire rosszul, mert hiszen azzal kirekeszteni önmagát a nemzetből, hiszen Orbán Viktor politikája képezi a nemzeti politikát, ennél fogva bármilyen Orbán ellenesség automatikusan nemzetellenesség. István, egy súlyos defektus. István, egy rövid reakció, és akkor utána még egy utolsó kérdés. Most a legutóbbi monológod révén átvette a vezetést a beszélgetésünk alatt elhangzott leggyakrabban használt szavak és kifejezések listájának a church content-től Orbán Viktor. Én viszont hadd mondjam azt, hogy a csapatunk által rugott gólokat szeretjük, a csapatunk által kapott gólokat kevésbé. Igen, de tudod, mindkét csapat mi vagyunk. Ez itt a nagy baj, hogy mindkét csapat mi vagyunk ezen a meccsen. És tudod, az a csapat, amelyik a gólt kapja, az is mi vagyunk. Ez a rossz hír. Ez a baj, és addig, ameddig a csapat, tehát tudod, nem a meccsnek az identitását sajátítjuk el, és kvázi ismerjük fel, és realizáljuk az azonosságot mindkét csapattal, addig valójában nem a nemzetet képviseljük, hanem csak egy kurzust. Az egyik kurzust a kettő közül. És amíg a másik kurzus az ellenség, amelyiknek gólt kell rúgni, addig valójában ez nem nemzeti politika, hanem éppen a nemzet egységét, vagy éppen a nemzeti szolidaritást, vagy a nemzeti összetartozást alásó, árokású politika. Bocsánat, Gyuri, most ne. István... Jó irányba halad, hogyha labdarúgó metaforákat használunk. Okay. Köszi szépen. István, még egy rövid reakció, és akkor még egy búcsú kérdés, és Robi azt mondja, elengedünk mindenkit. Minden a médiában, ami történik, az Orbán Viktornak az akarata és Orbán Viktornak a terméke, akkor te is az vagy. Ebben az országban azért az Orbán Viktornak elég nagy hatása van a közügyekre, talán nem vetem el a súlykot ezzel a kijelentésemmel, és szabadjon remélni, hogy talán én nem Orbán Viktornak az alkotása vagyok. De ebben az országban bizony Orbán Viktor személye megkerülhetetlen. Értem, hogy most már többször ejtettem ki Orbán Viktornak a nevét, mint a csöcs content kifejezést, vagy azt, hogy grófó a király. Ilyen értelemben Orbán Viktor bizony meghatározóbb a csöcs contentnél is, meg annál is, hogy grófó a király. Az utolsó kérdésben is lehet akár Orbán Viktor, az bárkit emlegetni, meg egy kicsit visszakanyarodunk ahhoz a kérdéshez is, hogy a tech cégek, vagy pedig a magyar politika a meghatározóbb a magyar nyilvánosságban. Kik vagy mik szerintetek a legfontosabb kapuőrei a magyar nyilvánosságnak? Tehát kik döntik el, mik döntik el azt, hogy mi kerül az átlag szavazó, az átlag fogyasztó elé? Hát igen, a legnagyobb veszélyről nem beszéltünk eleget, vagy eddig, mert tényleg az van, hogy mi itt nagyon jó ízű vitákat folytathatunk, és tényleg örülök annak, ha folytatunk ilyeneket, de olyan mértékig kiszolgáltatott ma már a médiavilág ezeknek a nagy tech cégeknek, hogy egy darabig örültek a szerkesztőségek, hogyha a közösségi média megosztásokon keresztül is eljutottak az olvasókhoz. Most meg azt látják, hogyha a közösségi média nem karolja föl az ő tartalmukat, akkor képtelenek eljutni a közönséghez, és a közösségi média pedig elkezdett súlyozni tartalmi alapon, üzleti alapon, ideológiai alapon, ami önmagában a kiszolgáltatottság rendkívül veszélyes, de hogyha belegondolunk abba, hogy, és most már nyilván ez a napi valóság, mondjuk az amerikai választást közvetlenül befolyásolhatta az, hogy letiltották az amerikai elnöknek a Twitter fiókját, és ezzel megüzente ez a nagy tech cég, nagyon világosan megüzente, hogy mi erősebb és nagyobb hatalom vagyunk az Amerikai Egyesült Államok elnökénél is, és ezt deklarálta és szemléltette, akkor azért láthatjuk, hogy nem babra megy a játék, és sajnos most így utólag én is azt gondolom, hogy talán hiba volt a hagyományos médiának kiengedni a kezéből ezeket a pozíciókat, hagyni kiénekelni a sajtot a szájából, mert most már könyörögnek tulajdonképpen a nagy tech cégeknek, vagy a közösségi média felületeknek, hogy ugyan már hozzatok nekünk olvasókat vagy felhasználókat. Tudom, hogy vannak most olyan nagy nemzetközi törekvések, hogy akkor a Google, meg nem tudom, fizessen vissza pénzt a tartalom előállítóknak, hiszen közvetve mégiscsak belőlük él, de nem tudom, hogy ezek milyen sikerrel járhatnak ebben az elképesztő ellenszélben. Azért azt ne felejtsük el, hogyha már felidézzük, hogy a Twitter letiltotta az hivatalban lévő amerikai elnöknek a fiókját, hogy egy másik tech cég, a Facebook, a Cambridge Analytica-val karöltve juttatta hatalomra Donald Trumpot. Hát Donald Trump soha nem jutott volna... Nincs vita köztünk, ugyanaz a jelenség. Soha nem jutott volna a tech cégek nélkül hatalomra. A tech cégek, bizonyos tech cégek révén szerezte meg a hatalmat. Történetesen ugyanannak a tech cégnek, meg ugyanannak a együttműködő cégnek a révén, amelyik a Egyesült Királyságot kiszervezte az Európai Unióból. Akárhogy is, az úr adta, az úr elvette, ahogy mondani szokás. Hát könnyen jött, könnyen ment, vagy úgy is szokás mondani, hogy ebből szerzett jószág, ebből vészel. Jó, de ez csak egy kis erőfitoktatás volt, de ez előrevetíti azt, hogy totális hatalomra is szert tehetnek ezek a cégek, és egyébként ez a jobboldali magyar közösség számára is intőjel, hogy most ugyan lehet, hogy sokan úgy érzik, vagy úgy érezzük, hogy sok hasznot hajt a nyilvánosságban a néhány nagy közösségi média felületen zajló kampányunk, de éppen ezzel egy időben egy nagy kiszolgáltatottságot is jelent. Ami egy pillanat alatt az úr elvette alapon óriási problémák. Hát addig amíg onnantól kezdve van probléma, hogy nem Orbán Viktor a legtőkeerősebb szereplő egy piacon. Mert addig ugye ő vásárolja meg a piacon maga nyilvánosságát, ő az, aki kifizeti a Cambridge Analytica-t adott esetben, vagy kifizet akármilyen médiaszolgáltatót annak érdekében, bocsánat, hogy őt juttassa a talomra. Vagy akkor van probléma a Facebook központban. És abban a pillanatban, hogy van egy nagyobb... életbe, amíg ezeket a tartalmakat nem támogatják. És van egy nagyobb tőkeerősebb cég a piacon, egy olyan szereplő, amelyiket Orbán Viktor nem tud megvásárolni abban a pillanatban, kezdődik a kiszolgáltatottság, és onnantól lehet szabadságharcot vívni a magyarokért. Azt mondod, hogy Orbán Viktor az első és legfőbb és egyetlen kapuőre a magyar nyilvánosságnak? Orbán Viktor sokkal több, mint a magyar nyilvánosságnak a kapuőre. Orbán Viktor, a magyar nyilvánosság Orbán Viktornak a játszótere. A magyar nyilvánosság, a magyar politika, hát könyörgöm, az ellenzék, meg kell nézni az ellenzéknek a pártjait, meg az ellenzéknek a politikusait. Hát akitől egy kicsit is tartott Orbán Viktor, az már messzire űzte az ellenzékből. Ma már csak azok politizálnak, akik a politikai osztálynak a harmadosztályát, negyedosztályát képezik. Olyan, minthogyha Fradi újra meg újra a megye kettővel játszana címmeccset. Ilyen körülmények között nem kell csodálkozni, hogy szarrá veri. Hát olyan az ellenzék, mint óvatosan példálózzunk a Fradival és a Megye 2-vel. Azért a Megye 2-t szarrá verni a Fradi. Pont ez a probléma, hogy nem kéne itt az európai elittel viaskodni. A Megye 2-ben biztos van egy nagyon, nagyon lipsi, nagyon LMBT csapat, és azt kéne szétverni hétről hétre. Jó. Akkor minden hétről hétre azt tudná érezni a magyar ember, hogy teljesülnek a nemzeti érdekek. Istvántól még... Ágosnak válaszolva, a kapu őrzését attól tartok, hogy pillanatnyi... sikerektől vagy előnyöktől elvarázsolva átengedtük a okay. Úgy van a médiában, ahogy a politikában. A média is, meg a politika is Orbán Viktornak a kiskertje, ahol ilyen törpecserjéket, ilyen bonszájokat telepít. Ugye tök úgy néz ki, mint egy fa, csak nem tud megnőni nagyra. Ez a nagy tudás, és állandóan visszametszi, és ilyen pici. De teljesen fa alakú, és teljesen az az élménye mindenkinek, hogy fa. És hát Orbán Viktor kivágja egy fogpiszkálóval. Hát, és ez az élmény, és ezt újra meg újra át kell élni, és rá lehet mutogatni, hogy te rábíznád erre, és ilyen hatházi Ákosokra, meg ilyen Márkizai Péterekre, meg ilyen Tordai Bencékre, meg Jakab Péterekre lehet mutogatni, hogy de ezekre bíznád az országot, és tök nyilvánvaló, hogy inkompetensek, de ebben is nagyon sok munka van, hogy ők hívják ki Orbán Viktort. Na most okay, a médiában a helyzet az nem különb. Sajnos ez a helyzet. És most erre azt mondani, hogy hát mit csináljon szegény Orbán Viktor, hát neki csak ilyen ellenzék jutott. Hát nem tehet más, mint hogy megveri 4 évről 4 évre. Istvántól még egy utolsó kapuörös választ, és akkor elengedjük a közönséget. Gyorsan csak 3 dolog. Ha szabad, lehet, hogy 4. Nagyon vártam, a hülyeségből be akartam mondani, hogy várjuk meg azt a pillanatot, amikor Robi összeköti a tech cégeket Orbán Viktorra. Megtörtént, úgyhogy túl vagyunk, ezen köszönjük szépen. Tehát a beszélgetés tulajdonképpen révbe ért ebből a szempontból. Egy megjegyzés, pikért megjegyzés. Én nagyon örülök neki, hogy nem te irányítod a nyilvánosságot, mert akkor csak te folynál belőle. A mai napnak ez az egyetlen tanulsága szerintem. És végül az utolsó megjegyzésem, amit nagyon sajnálok, hogy a tech cégekről nagyon kevés szó esett, méghozzá azért, mert Gyuri felvetette azt a problémát, hogy itt a különböző médiumok már nem partnerként tekintenek, hanem alárendeltévé válnak ezeknek a különböző tech cégeknek. És innentől kezdve, és hogyha hozzátesszük ehhez a mesterséges intelligenciát, hogy el tudják érni azt, hogy legyártják a tartalmakat, innentől kezdve, hogy médiumokra nem is lesz szükség, megszervezik saját maguknak, és tulajdonképpen a Facebookon, YouTube-on mindenhol az fog menni, amit ők maguk gyártanak. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezekről nem tudtunk beszélni. Kik a kapuőrök? Robi, Gyuri, te, én, ti, önök. Hát ezek nagyon kis kapuk. És akik, én azt gondolom, hogy mindenki, aki fogyaszt, ez egy fontos visszajelzést, kommentek, lájkok, stb. És egyáltalán egy távolmaradás is, látogatás is és távolmaradás is. És valaki hívja vissza a Robit a 33. Tusványosra. Nagyon szépen köszönöm, a 33. Tusványosan folytatjuk. Gerényi Gábor, Póca István, Puzsér Róbert és Szöllősi Györgyel beszélgetünk médiarendszerlátással.